perccel. Jó reggel. Halasz? Nem lehet hallani a Balázs, hát egy kiabálja. Ez egy erős lesz. Már. Minden fél órában nyitóként ez erős lesz. Milyen jó bulit tud csinálni 6 ember. Nem, nem is, itt már bent a hajón egyébként. Persze. Állítólag itt már megteltünk, tehát itt már közel beengedtek 100 embert, ami egyébként nem látszik. Így van, a biztonsági ők tartják a hajó másik oldalra, hogy ne boruljunk be. Igen. Annyi, hogy egy oldalra átmenni nem érve, akkor fölborulunk. Jó? Tehát ennyit kérünk tőletek. Nagyon helyesek a hallgatóink, gyerekek, elképesztő sztorikat mondunk majd arról, hogy ki mikor érkezett, és hogy vert ide sátrat, meg széket, meg nem tudom. Zajlik még mindig a beengedés, ezt mondjuk a fentállóknak, hogy ne adják föl a reményt. Mondtuk, hogy nem fér be mindenki, de azt mondtuk, hogy kb. 150-170 ember befér, itt már benn vagytok 100-an, és még fölül, ha minden igaz, akkor egy ilyen 40-50-60 ember még föl tud menni. Én azt gondolom, igen, igen, jogos felvetés a Tibinek, hogy a sor végén szerintem hívjatok taxit. Hát igen. Hallottok minket kint rendesen? Szerintem kint nem, csak online hallgatnak bennünket. De hallanak? Úgy, hogy integetnek vissza, igen, hallanak. Nem hallanak, nem jó, baj. Nem baj. Mennyi integetnek. Akkor nagyon jól tudnak szájról olvasni. Ami drága, a drága promóciós lányom, majd úgyis tájékoztatnak mindenkit. Mondtuk ugye, hogy azért a helyünk hát végleges, igen. Tehát, hogy igazából nem csak bárkit, mindenkit elvihetnénk, de nem tudunk. Végig kocogtam a soron reggel. Körülbelül 300-an állnak, igen, tehát, igen, hogy azért az lehetetlen, hogy mindenki befegye. A felénél kapottam a levegőt, mert tényleg rengetegen voltak, de mondtam nekik, hogy sajnos tényleg nem mindenki fog tudni felférni a hajóra, de azért nagyon igyekszünk, hogy megpróbáljuk. Majd mit tudom, van, aki mentőcsónak, hajó után akasztjuk, és akkor még 3, 4, 5, 6-an ott hánykolódhatnak. Akik nem férnek ide be, azok fentre, a nyitott részre. Meg majd fel. Hát az a 10 fok az jó a Dunán. De azt mondtuk, hogy az kabátos. Tehát azt mi említettük, hogy oda tessék pufi dzsekit hozni, így jól összebújni, forró teát termoszban, nincs több egy a -6-7 foknál most jelen pillanatban. Ha kihajózunk, akkor a menetszéllel ez egy ilyen -12-nek fog tűnni. Úgyhogy igazából egészen baráti lesz. De 8 körül már nulla. Úgyhogy... De gyerekek, köszönjük hát azt a felé áradó szeretetet, mert hogy elképesztően sokan vagytok. Mindig azon gondolkozom, hogy lesznek-e vajon elegem, meg hogy mi van, ha ott nincs senki. Ugye az embernek ilyen gondolatai vannak, aztán megérkeztem a Batthyány térre, és rájöttem, hogy megint alulbecsültük immáron sokat gyára önmagunkat, mert hogy hosszú tömött sorokban vártak a hallgatóink, hogy bejussanak a hajóra. A parlamenttel szemben áldogálunk egyébként. A Kövér László még nem ottotta fel a villanyt. Így van, így van. Ő szokott elsőnek bejönni. A vadászteremben még sötét van. Viszont egy óriási nagy Dunahajó parkol itt mellettünk, és baromi könnyű bennünket megtalálni, már csak integetés szempontjából is, mert egy ilyen nagyon szépen felbrandingelt lila katamarán. Mi tartoskodtok, nyomorul? Foglaljuk el! Alig 2000 férőhén. Osztrák és német, igen, 60 év feletti turisták ülnek ilyen hajókon. Remélem, jól átellenőriztük őket, mielőtt bejöttek az országunkba. Migráncsok? Nem, a sógorok. Ja, a sógorok is ellenőriznek, akkor mi is. Kössük utána a miénknek, akkor még 2000 ember elszél. Tényleg. Ők meg menjenek város nézni. Igen, megsporolunk a gázol. Igen, egyébként, de jó hullámokat csinál egy ilyen, csak így nem szoktak teljes gázzal menni, fönt a nullás híd után adnak teljes gázt, és akkor utána lehet őket bosszantani. Igen, tudnék róla, hogy meg nem szabályos. Igen, természetesen csak szabálytalanul. Na, egy-két mondat csak az indulásról, hogy mi a menet, igazából valahogy ide leírtam, csak szerintem elvesztettem. A lényeg, hogy nem sokára kihajózunk. Sokat volt a kézírásról. Egyébként igen. A lényeg, hogy nem sokára kihajózunk, aztán jövünk majd még ide a Batthyány térre, egyébként vissza. Ha minden igaz, akkor fél 9-kor újra itt leszünk, ugye? Fél 8-kor is újra itt. Fél 8-kor újra itt vagyunk, úgyhogy ha vannak leszállók, elmenők, vagy még új felszállók, akkor ők ki tudnak pattanni, és akkor azok, akik még esetleg nem jutott hely, azok be tudnak pattanni. Szóval lesz egy ilyen kis cserebere. Ebből nyilván az lesz, hogy senki nem száll ki, ezért senki nem tud beszállni. Tehát, hogy legyünk őszinték. Legyünk teljesen őszinték, az általában ki akar leszállni? Senki. Bocsánatot kérünk a felszállóktól, hogy senki nem tárt. Ezzel a tervel sikerült megnyugtatni a lelkiismeretünket. Mi mindent megtettünk. Igen. Sorsoljuk, és őket kirakjuk. Egyébként tényleg. Hát csak a csere miatt, hogy a többiek, aki itt áll este 10 óta, ő is beférjen. Tessék szolidaritani a többiekkel, jól? Tehát egy ilyen... Hogy egy pillanat alatt átfordul gyűlöletbe a szeretet, nem? Igen. Rohadjál meg, nem megyünk sehova. Igen, és akkor ilyen 7.40 körül elmegyünk még egy kört, visszaérünk 8:30-re. 8:30-kor, ha minden igaz, akkor egy hallgatót majd egy ilyen kis kellemes hajós kirándulásra átrepítünk a március 15-e térre. Akár úgyis, hogy hárman, vagy visszük Tibit is, igen. Mert mindjárt mondjuk, hogy miért is van itt. És hát tulajdonképpen utána meg visszajövünk.
És akkor itt meg kisorsoljuk az autót 9 után. Aki visszamondja, mehet szobára a hostess lányokkal. én már megtanultam fejből. Igen. Na, és hát arra gondoltunk, hogy végül is tulajdonképpen lezárjuk ezt a pesti kitelepülést, ezért, illetve az egész hetes kitelepülésünket zárjuk egy ilyen kis hajós kitelepüléssel. Meghívunk, hogy visszajunk néhány olyan embert is, akik azért szerves részei voltak a műsornak, és majd 10 óráig bekapcsolódnak azért természetesen. Gyerekek, hát hosszú-hosszú idő után itt van velünk újra Kassa Tibi! Arról volt szó egyébként, hogy mindenki jön, most ehhez képest a Pákó szerintem nem tud, nincsen a megyében. A polgárpeti még mindig parkol, és mikor jöttem előre a sor elején, egyébként éreztem a közönség szeretetét, állj már hátra gyökér, tudod? Igen. Mi is oda várunk. Igen. De várjál. Most, hogy nincs saját showműsorod, megint itt vagy. A Pákó... Ide buktam vissza, jó? A Pákó írt egy SMS-t a Vikinek, mert hogy ők SMS-eztek, hogy miért nem tud jönni. Kedves Viki, teljesen kiment a fejemből, hogy én holnap péntek. Hogy én holnap péntek. Igen. Ez van az esemény. Hogy én holnap péntek. Fellépésem van holnap délben Románia, egy iskolában Nagyváradon. Most hívtak, hogy várnak rám holnap az iskolában. Hozzáteszem, azért az a program szervező, aki délre meghívta a Pákot egy iskolába, az erősen mellé nyúlt, nem? Igen. Olyannyira sajnálom, nem fogok tudni elmenni reggel morning show hajójára, mivel holnap reggel indulnom kell Romániába fellépni. Iskolába. Annyira nagy. Egy iskolába lenni, és délben ott lennem. Még egyszer, jó van. Húzik a Pákó. Szóval a Pákó lélekben velünk van. Igen, Pákó lélekben és milyen áthalásos volt az eleje az SMS-nek. Nem én holnap péntek, pedig tegnap is, ma is, és holnap után is. Igen. Csak hogy egy kerület folyna, olajozzuk meg ezt a dolgot. Na mi újság, Tibi, ide találtál könnyen? Nagyon, meg hát ez egy picikét azon gondolkodtam idefele úton, hogy ez a koránkelés, ez milyen jó dolog. Tehát, hogy ilyet kettő okból csinál az ember, vagy kötelességből, vagy pénzért. Tehát, hogy ez nem olyan mi motivált ma reggel. Még nem tudom, de remélem, hogy fizettek. Rengeteg dolog járt a fejemben, hogy emlékszem az első ilyen nagy alkalomra, amikor együtt voltunk, azért akkor is... Akkor is jó hangulatban töltöttük a napot. Szegeden. Kicsit ilyen keretes szerkezetű a mi kapcsolatunk ebből a tekintetben, de jövök, ilyenkor itt vagyok, ilyenkor jövök, támogatlak benneteket, és hogyha süllyed a hajó, akkor remekül tudok úszni, tehát belém kapaszkodjatok, jó? Tehát aki itt van, mindenki belém kapaszkodjon. És semmiképpen ne Janiba, bár tegnap megtanítottok úszni, erről remek felvételek vannak a Facebookon és az Instagramon, tehát János kiválóan alapul. Úszik már fejtetője, meg a hallgatónk fejtetője. A legtöbb kritika, ami érte az úszás oktatásomat, illetve az úszás technikámat, pontosabban az, hogy nyitott ujjakkal próbáltam meg tempózni, és szóltak, nagyon többen beírták, hogy ne nyissam szét az ujjamat, átfolyik rajta a víz. Úgy de kivéve, hogyha van úszóhártyád, amit ugye nem láthattam. Igen, tegnap óta növesznek. Simán. Rettenetesen nyomorúságos volt, igen, hogy nyitott tenyérrel így szétnyitott ujjakkal próbáltál úszni. Ez nekem fel se tűnt tegnap, de hogy visszanéztem én is, és valóban erős a sikere. Gyakoroltál még délután? Persze. De hogyha figyelted egyébként a lábtempóját, az elvonta a figyelmet szerintem az ujjairól. Az nem volt. Tibi, nagyon sok kötelező körünk van, ezért most mondd el, légy, hogy hol lesz a következő Kassa Tibi nagy koncert. Az a baj, annyira sok a dátum, hogy nem akarom igazából ezzel terhelni a hallgatókat, csak kövessék a hangomat. Na, és hát elhívtunk még valakit, hogy jöjjön el egy kitelepülésre, nézze meg, hogy ez hogy néz ki, mert van valaki, aki soha nem volt elő, mert mindig az adás másik oldalán volt. Na jó van, oké. Hát ez meg is vagyunk. Akkor azt gondolom, hogy már ki se kell hajózni. Ne. Anna! Szia, Anna! Gyere, te is egy kitelepülésre hozzá. Kedves hölgyeim és uraim, a rendezői balon! Fonyicka Anna! Magyarország! Anna, hello! Klassz FM! Ha mégis csak néznek, hogy milyen egy kitelepülés, hogy ezt mindig egy... Köszönöm, mindig egy sajtótájékoztatom. Igen, mindig egy kalitkából kapod ezt a dolgot. Szóval, igen. Mindig ott ül szegény, és mi mondjuk, hogy milyen jó, meg mennyien szeretnek bennünket, és most közben aztán... Most már hiszem, hogy ez így van. Eddig azt hitted, hazudunk, de most már akkor látod. Bármit mondhat, messziről jöttem be, de köszönöm szépen, hogy gondoltatok rám, és örülök, hogy itt lehetek, és hogy láthatlak benneteket. Nem, mi személyesen a Viki gondolt, is. Mi nem, de minden. Zsülis vágott néhány best of-ot, de a halvazó best of-ét ma nem lesz best of. Igen. Mert hogy Anna ugye... Anna itt van. Igen, Anna vágná best of-ot, de ezt most nem hagyjuk Zsűre. Úgyhogy ma nem lesz, de hát úgyis 9 után sorsolunk igazából. 8:30-tól 9-ig van egy ilyen kis motorcsónakos túra.
Hey, jössz, Tibi, menjünk el. Egy hallgatót átviszünk, majd mondjuk egyébként innen a március 15-én tényleg, ha akar menni, ha nem. Címlap lesz. Igen, már egyébként nagyobb esélyed ott van beesni a vízbe. Tehát azt látom, hogy azért, ami négyen így elmegyünk, meg egy hallgató, meg még egyen kettesz, 7-8 személyes egy ilyen hajó, ott azért lesz móka. Tehát szerintem ott kell kapaszkodni, és hat mentő mellényt rátenni. És Anna, látom, hogy felvetted ezt a hagyatékból származó üregi nyúl. Az megkapászett. Nem, ez nejlompárduc, de azt mondták, hogy hideg lesz. Én mondtam, hogy megéri kiöltözni. Tűzzetek föl, nagyon hideg lesz, hát tényleg. Hát azért a várjában föl már azért kb. 40-en a fagyhalál állapotában vannak, és tehát online hallgatnak bennünket, vagy ki vagyunk ugye ott is angosítva, akkor mondják, köszönöm, hogy 80 bújnak egymás mellé. De ez lesz rosszabb, ha elindulunk. Mondjuk a fentieknek, hogy kitartás. De hát ők ezt vállalták, szóval ők ezt abszolút vállalták. Fel is fogunk egyébként mindenképpen menni dedikáló kártyákat, és mindenféle kis szóranyagokat fogunk felvinni, találkozni fogunk, tehát nem kell attól félni, hogy esetleg valaki felszáll, nem lát minket, aztán leszáll, ugyanúgy nem látod minket 2 vagy 3 órán keresztül, de mindenképpen találkozni fogunk egymással. Én egyébként mondani akartam, hogy én már nem fázom, mert reggel hallgatom Happy End Réget, a Sláger FM-ben is leírtam. Na jó, ez is hallgatta Happy End-et reggel, a Sláger. Taxival jöttél taxival, akkor ezek szerint? Igen, kérdeztem. Igen? Csak taxi Sláger, a Sláger függő volt? Hát igen. Mindig igen. Ezt hallgatja, megkérdezted? Tehát, hogy hosszú távon szadizza magát? Először azt hittem, hogy mi vagyunk, mert ugye úgy zenei szerkesztési elvek működnek a rádió, és egy Zoltán Erika szól, de hogy... Egyébként ezt én is csinálom, én mindenkit hallgatok reggel, amikor jövök be munkába, csak magunkat nem. Mert hogy ezt már egyszer átéltem. Meg még nem vagyok benne, így van. Igen. De hogy nem hallgatom a se best of-unkat se, hanem egyszerűen csak végig hallgatom. Én ma egyébként a Balogh Esperes hallgattam reggel. Ő Rádió 1-es. Igen. Belebeszéltünk egyébként adásban. Igen, egyedül magányosan rá. Igen. Nem voltál egy stand-upos csal egyébként, azt hallgattam. Szóval, hogy én is szörfözök. Szörfözök reggel. Nála az a jó, hogy nagyon jó a stúdiós visszhangos, és hogyha nevet, olyan, mintha visszanevetnének. Jó, legyünk őszintén, azért egyedül műsort vezetni, azért ez egy kemény helyzet. Szóval, hogy ez utoljára talán Szegő Tibornak ment kívánva. Mondj valami jó sztorit, jó? De tényleg, hát szóval, hogy egyedül azért, ugye, az, amikor senki nem nevet rád vissza, azért az úgy elég kellemetlen. Nagyon fontos lenne közben, hogy a Polgár Petit, ha nem ismeritek föl, akkor keressetek egy ilyen közepesen rosszul öltözött fickót, és ezt engedjétek előre csórót, mert nem fog följönni a hajóra. Igen, tényleg. Amennyi eszem, mondjuk tényleg sorba áll a Polgár Peti. Igen, arról is, hogy ő simán beáll a sorba. Tehát ő simán beáll, és végignézi, hogy elmegy a hajó, de nem hív föl. Tehát, hogy ő ilyen. Akik nagyon hátul állnak, ők miben reménykednek egyébként még? Tehát, szegények. Csak azért, hogy veletek vagyunk, csak hogy nem fogtok följönni, de érezzetek nagyon... Hallottok minket? Hallottok minket egyébként? Ott kint. Csak integetnek. Jó, nem hallanak. Ez talán ez a szerencsé. Jó, tényleg a Petit arról ismeritek meg, hogyha ránéztek, akkor az első gondolatotok, hogy szegény, adjunk neki 100-ast. Jó, ő az, engedjétek belé. Figyelj, de az nagyon durva, ott ketten leültek egy székre. Tehát akkor valakik ott teát főznek, figyelj, de online hallgatnak bennünket a telefonon keresztül. Ja? De nem, ott integetnek, ott üldögélnek, nézik a mulatságot. Az a baj, elmondom, ott jobb buli lesz egyébként erre, mint itt. Az ott egy vadbuli lesz. Igen, az egy nagyon-nagyon durva buli. Mi van Julival egyébként? Juli nem jön? Vagy szóltunk neki, elutazott, nem? Vagy ő nincsen? Vagy mi van? Ne firtassuk. Ne firtassuk? Ne firtassuk, tehát... De szóltunk, engem csak az megmutat, hogy szóltunk neki. Hát megalakult egy kicsit valaki, aztán nem ő. Nem úgy volt, hogy a stábból csak egy ember jöhet velünk, és az Anna mondta, hogy Juli, itt valaki vár bent téged ebben a szobában. Én nem intéztem, hogy ne legyen itt, ennyi. Lázett az ajtó. Nem. De hétfőn kiengedi. Ki az a Miki? A férjem. Ja? Hát akkor beolvasom az SMS-t, hogy mit írt. Ugye itt is elhívjuk, csak hogy legyen. Sziasztok, ezt buktam. Miki, Miro. Igen. 2 órája ért haza, ráadásul elég ünnepélyes hangulatban. Úgy alszik, mint egy medve, semmivel nem tudom megébreszteni. Nem tudom itt hagyni a rá gyerekeket. Nem tudtok valahol félúton a... Egy állóperes ügyvédet. Beugrani? Később becsatlakozni nem tudok, kérdezi Júli. Tehát ő sincs itt, mert akkor otthon az... Sorvas belé, és hogy ezt az SMS-t ne olvassátok fel műsorban. Nem, az egy másik oldal, azt mondja, nem nyitottam meg. Légy szíves, semmiképpen ne kommunikáljátok kifelé. Szóval, hogy Julira is gondoltunk, mert itt többen kérdezik, hogy Juli nincs, Juli van, mi mindenkire gondoltunk, csak Juli akkor úgy látszik, hogy nem tudott jönni. Miki sajnos túllette magát tegnap este. Konkrétan most lettem tengeri beteg, tehát eddig bírtam. Abszolút. Tehát most vagyok úgy, hogy nagyon jó volt, itt is voltunk, köszönjük. Jó, lepakolunk a partra. Igen, tehát ez a Dunajáró hajó ide kikötött, ráadásul menetiránynak háttal ülök, ha haladunk, azzal nincs baj, ez a balra-jobbra mozgás, ez nagyjából tulajdonképpen most lett elég. Van egy ilyen balra-jobbra, finom fel-le mozgás, tehát ha valaki esetleg a közönség közül az ölembe ül, akkor szerintem jó buli lesz. Igen. A balra-jobbra mozgásnál az kifejezetten. Semmit nem kell csinálni. Jól van, meg kell nyomnunk egy dudát. Nem el kell oldanunk a kötelet. El kell oldani a kötelet, el kell tankolni a kárnyosba. Még nem indulunk?
Indulhatunk. Aki itt van, itt van. Elindulhatunk. Fönt is megtelt. Tehát nagyjából azért itt ugye most mindenki ide előre jön, de aztán nyilván még nem beszélünk, addig oszlik a tömeg. Tehát úgy néz ki, mint ahogy alul a hajó fele üresen, de nem az, csak mindenki ugye rájött most itt a kordóra. Fönt is tele vagyunk, legyen az is tele. Jó? Balázs egy kis vigaszt a parton állóknak, mert ők most azért itt, ők azt látják, hogy elmegy egy hajó. Elmegy a hajó. Igen, ezt látják, hogy elmegy. Mire gondolsz? Hogy letolom a nadrágomat és a farpofámat felnyomom? Igen, az igen. Vagy kezd el, mint egy ilyen alvajövő harcsa nyalogatni az üveget. Nekem Feri ötlete nagyon tetszik, hogy Tibi mutassa meg a testét, mert akkor megmutatja a testét, és akkor látják, hogy hú, a parton azért jobb. Igen. Szerintem vannak a tetőn elegem, mert már horpad. Igen. Azért hideg van itt kint a sorban, srácok, de legalább szép a kilátás, írja Ádám. Merés vagytok pontosan a Dunán, kérdez egy hallgató, hát azért most csatlakozott. Azt mondja, hogy mi van, nem jutunk fel a hajóra, kérdez egy másik SMS író. Lényeglátó a fiú. Gyerekek, hát úgy néz ki, fönt megteltünk, vagy mi a helyzet? Meg vagyunk fent is? Meg vagyunk fent is, teljen meg fent is. Merre van a vasmacska? Neked van vízi. Az a kérdésünk, hogy egyik lábatokról a másikra ne helyezkedjetek, mert így is elhányjuk magunkat. Tehát, hogy mindenki próbálja valamennyire fixen állni. Így van, így tűnt. Abszolút. Azt mondja, 8 után ott vagyok, el tudtam intézni, várjatok meg. Tök jó. Addig hajogolták találkozásra, szigorúan tilos. Annát is meglesem legalább élőben, Szatyim, drága Szatyink, hát ott volt velünk a tritelpülésünk. Andor a szállító itt van, üvölcsön egyet. Ez nem az volt. Oké, jó van, na. Ja. Jó van, átengedtek a kis készülékkel, jó. Andor jelezte nekünk, hogy ő amatőr fotós, és hogy nagyon szeretne fotózni, de szeretné, hogyha nem vennék el tőle a bejáratnál, mondjuk a fényképezőgép nem vernék meg, stb. Tehát jeleztük neki, hogy természetesen lehet, ha családi fotóalbum lesz majd belőle. Okay. És jó, egy kicsit a borsznak bedolgozik. Balázs, de csak az nyerheti meg az autót, aki itt van, ugye? A hajón. Tehát itt kell lenni a hajón ahhoz, hogy megnyerj. Igen. Hát marha sokan le fognak szállni, nem? De nem, mert előtte sorsoljuk ki a nyertest, tehát ilyen 7:30 körül mi kihúzzuk azt, akinek ugye még lehetősége van, mint pesti nyertes megnyerni, és akkor utána, akit nem húztunk ki, az effektíve leszállhat. Tehát ugye úgy találtuk, hogy nem 9-kor derül ki, hogy a pesti helyszínről ki nyer, hanem azt viszonylag korán kisorsoljuk, és akkor utána, aki úgy érzi, már látott mindent, meg átadná mások a helyét, az leszállhat, és akkor jönnek a többiek. Onnantól lehet, hogy jön egy másik véglet, hogy kisorsoljátok az autót, és utána mindenki leszáll, nagyon csalódottan és nyomorultan hajókázunk négyen. Boldog nyertes, nagyon tajt részegen, meg mi négyen, és próbálunk itt. Matróz uram! Még milyen sokan vannak, sikolj! Engedjetek be, Léci, migráns vagyok, de hazai. Ja, Isten. Tibi simán leszállna, a jászain szolidáris lenne, én felszállnék. Ha én leszállok, hárman felszállhatnak. Tényleg Tibi a felső rakparton nem fogja leszívni a korvetnek az aksiát, a víz villogó, mert láttam, hogy keresztben megálltál, és ott hagytam. Nem is korvettem. És egyre kétségbe esetett tekintete néz körbe Sarka Kata, aki ott van az anyós ülésen, és várj, hogy befejezitek a riportot. Jól értem, hogy most még mindig korvettem van, és az anyós ülésen hagytam én Sarka Kata. Elvesztett. Hát ezt tényleg megérte eljönni. Isten hozott újra a műsorban. Zseniális. Isten hozott újra. Az utolsó infók, hogy ez az autó, és láttam egy ilyen riportot. És nagyon tetszett. Ha nem nézed a Facebook oldalát, hát egyrészt szponzorautó van. Szponzorautó van, én soha nem volt szponzorautó. Ellenben azért köszöntjük a jövő Kaszatibét a Facebookon, gyerek, taps és sikolj! Ja, a Facebook új csillaga! A szelfizés, a süteményfotózás. Várjatok. A live közvetítésekből, mert hogy beraktam a fenekembe. Elmondom, hogy az a rész, amikor zsebedben volt a telefon live közben, az volt a legjobb része. Mert az olyan volt, mint egy űrutazás. Én abstrakt valami. Már írtak egyébként, hogy Feri intézd el a kasszánál, hogy promozza az oldalt, és akkor meg lesz. Csak elmondom, hogy lelassultunk, úgyhogy nagyon komoly esélyem van távozni, mert megálltunk ilyen 97-98 ezer. Nincs meg a száz. Nincs meg a száz, és 250-nek kell lenni november közepéig. Van egy Facebook szakértőnk, aki azért azon el tudja mondani, hogy szerintem ez nem lesz meg. Nem, az egy vagy elmondom, hogy nem lesz meg, vagy egy légy szívessel megoldom a saját követőimnek. De úgyhogy csak minden tizedik lájkolja, és akkor is megvan. Na jól van. Felraksz egy csekközvetítés 2-t, akkor szerintem meg is leszel a 150-nel. Jézusom, gyerekek, el kell menni hírezni, úgyhogy hagyjuk abba, jó? Nem, el kell menned hányni, vald be őszintén, mert ahogy megindult egyébként. Vigyél magaddal! Most komolyan, tehát hogy azért itt van egy pici feeling, nem tudom, hogy vagytok. Igen. Ezzel nekem most egy kicsit így jön fel a... Na jó, van, ha már fél hétre kivégeztük magunkat, akkor jó lesz. Vagy valami. De igazán akkor lesz nagy a buli, hogyha közönségből egy 3-4-en becsandáznak, mert akkor lesz egy szagisít bent abba a zárt kabinba, és onnantól elindul egy nagyon ilyen láncreakció. A kinti hallgatóktól elköszöntük, elmondtuk nekik, hogy még visszajövünk, tartsanak ki, ne haragudjanak. Bocsánat, hát ha hallgattok bennünket online...
Szevasztok, ne haragudjatok. Vélhetően akkor se fogtok tudni felszállni, de visszajövünk. Aztán, de... Nem merek oda nézni, mert szerintem vesztettünk 100 hallgatót. Nagyon kedvesen. Ne haragudjatok, bocsánat. Lájkoljátok a Balázs oldalát addig. Nagyon gyorsan elmegyünk hírezni, mert segbe rúgnak minket, aztán jövünk. Jön fel az olcsóbb kávé, pedig integettem, hogy műsorvezető vagyok. Jövünk a hírek után, gyerekek. Hit a vége. Hölgyeim és uraim, ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. Van ezen a hajón duda? Nincs, van duda? Hol lehet megnyomni a dudát? Szerintem a kapitánynál, tehát itt csak ő dudálhat. Komolyan? Tudjátok, hogy mindjárt itt vagyunk a Music FM-nél. Jaj, menjünk mi! Lehetne majd nekik szólni, hogy Fridikém, Fridikém, nézzék ki az ablakon! Ne, hát Fridikém, Sándor! Sándor! Sándor, legyen kedves kinézni! Sándor, legyen kedves kinézni az ablakon, mert itt hajózunk ön alatt, a Dunán. Szóljatok a bocsinak, hogy integessem. Jól van, na, drága hallgatók, csak gyorsan játszunk. Ja, már adásban vagyunk? Egyébként igen. Ja, majdnem őszinte voltam. Ne legyél. Ne legyél, mert azzal, szerintem is, legyél. Azzal is én kerülök címlapra, hogy ja, Balázs beszél. Az igaz. Nem is én mondtam, Balázs beszél. De kell most a sok népszerűség megint is a Facebook oldalon. Hát rohadjál meg. Lájkoljátok. Igen, felejtsétek el, nem kell azt erőltetni. 100 000. Hol a játékosunk, gyerekek? Hol a játékosunk? Ja, hogy még nem választottuk? De, választottuk. Aha, itt van. Hello, jó reggelt. Hello, azt kérjem kölcsön. Kapsz egy mikrofont, vagy oda tartjuk. Szia. Köszönöm, sziasztok. Jó reggelt. Hello. Hogy hívnak? Hello. Bia. Biának hívnak. Bia? Igen. Ez fölírom. Ez Bianca? Igen. Bia, hánykor álltál be a sorba, vagy hogy volt? Hú, hát mi a 350-es vonattal jöttünk Nagykátáról. Azt a minden. Csak hányra voltatok Pesten? Hát körülbelül egy órás az út, és aztán megint egy 10 perc. Aztán megint. Tehát akkor 5-től tulajdonképpen beálltatok, és akkor már sor volt. Igen. Figyelj, volt valaki... Nem dohányzó? Nem. Személy? Műbőrülések? Á. A vonat. Volt valaki, aki tegnap este ideült. Tegnap este, vagy megszólaltatjuk hét után, elképesztő. Tegnap délután 7:30-8 föl letett egy széket, leült és beállt a sorba. Hol a szék? Ezt majd mindjárt megszólaltatunk, igen. Oké, Bia, kivel játszanám? Ferivel. Nagyon Ferivel, ez a veszéd, jól van. Ferivel, oké, indítjuk az órát, jó, ha megtalálom, de lehet, hogy Zsűlt is el tudja indítani. Mehetünk? Persze. Akkor 3-2-1, Jani. Tessék. Szép hely Nagykáta? Persze, én nagyon szeretem, oda is járok suliba. És ott van egy nagyon szép gimi. És gimnazista vagy? 12-es. De szép az. Akkor érettségi lesz. Most lesz, igen. Készülsz? Majd ott az igen. De ennyi! A saját méreteket ontjátok ki a játék, hát nem szólsz! Ennyi! Igen, volt egy igen. Bia, nem jó, volt Bia. Rossz. Természetesen kapsz egy ajándékcsomagot. Gyerekek, ennyi ember előtt azért ekkora nyomásra játszani, az nem könnyű. Viszont nem... Nagy tapsot kérünk neki, viszont nem maradhatsz tovább a hajón, jó? Tényleg! Gyerekek, az egész nem olyan, mint egy ilyen nagyon durva vállalati buli, nem? Tehát, hogy az egész csak nagyon még nem isznak rendesen. De tényleg, tehát 7 órakor elkezdünk nagyon masszívan piálni, 8-kor már üzekednek a budiban, 9 órakor valaki kihány ide a Dunában, ne, tehát nagyon-nagyon nagyon vállalati. Indul a céges karaoke. Tényleg, és 9-től céges karaoke. Porsche szerelem. Santa. Legyen valami pezsgés. Tényleg olyan az atmoszféra, hogy itt mindenki tapsol, énekel. Oké, 2 perc, pontosan 7 óra. Jövünk vissza mindjárt, jó? Egy picit most jöttünk, hova mi? Annyira megcsúszunk az elején, hogy már újra el kell mennünk egy picit hírezni. Aha, a főnök megmondom, picit balra. Mondom, balra. Gyűn az a pillér, nagyon gyűn az a pillér. Mondjuk az előző dalt ebből a bejátszásból akarta megtanulni, nem, hogy mi az előbb szólt Ágát, de félen, hát refrénig nem nagyon mentünk el. Gyerekek, nem sokára láthatjátok egyébként a jövő évi úszó EB-nek a helyszínét jobban, hogy micsoda stadiont építettek oda, hát itt van a dagány. Azt hittem a csónakházadat. Az nem itt van, vicces, az Adrián. Az csak egy ponyva a Balázs jaktján. Még a tengerem van a hajó, úgyhogy még ilyenkor nem hoztunk ki a Silóba. Miért még nem állt ki Lőrincán stég mellől?
Na jól van, fura egy kicsit így hátrafelé jövő hajózni egyébként, igen, megfordulunk. Ebből szerintem rókázás lesz. Nem, én bírom, hát én nagy dunai medve vagyok. Figyelj. Nem elgondoltam magamra. Ja, jössz majd titanikosat játszani velem? Jó, most, ide jó most? Lesz. Jó, mindjárt kimegyünk, jó? De melyik a rajzolós jelenet lesz? Jó, de én leszek két Winslet. Igen. Hadd legyek vesztelen egy medállal a nyakamban. Halagyémántam. Egy perc, pontosan 7 óra, jönnek újra a hírek, aztán jövünk vissza már is. Morning Show nagy őszi roadshow 2016. Élőben Budapestről, a Dunáról. A mikrofonnál Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Kívántok a legjobban. Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. 7 óra után vagyunk, pontosan 13 perccel, drága hallgatók. Itt ringatózunk a Dunán egy gyönyörű szép katamaránnal. A táltossal. A táltossal, igen, hát ez nem a sebességünkről árulkodik nyilván. És jelen pillanatban, ha akartok bennünket látni, integetni, akkor valahol a Dagály és a Duna Tower tengelyben mozgunk. Most megyünk a Budai alsó rakpart és a Margit sziget közé, és az Árpád híd környékén vagyunk. Úgyhogy, ha valaki az autóról lát bennünket, és egy lila színű hajó, katamarán hajót forgolódni Dunán még az Árpád híd előtt, Szentendre irányába, akkor azok vagyunk mi, és utána megyünk a Margit sziget és a Budai alsó rakpart közé, vissza a Margit híd felé. Nagyon, talán nagyon árulkodó lehet a sok Morning Show-s logó a hajón. Így van, így van. Kívülről is abszolút meg lehet ismerni a hajót. Amikor én először meghallottam a hajónak a nevét, akkor egy picit arra gondoltam, hogy féloldalas lesz, mint az István a királyban a táltos torda. De aztán láttam, hogy semmi gond nincsen. Igen. Én amikor hallottam, hogy katamarán, akkor azt gondoltam, valami nagyon durva leszbisot fog megnézni. Így van. De akkor inkább a katamarán. Jöjjön. Na gyerekek, figyeljetek, az van. Egy jó szó vicc. Mindig egy jó szó vicc. Hol vagy, Feri? Az nem van, vagy hogy fönn vagyok a Kapitányi hídon. Három fő személyzet most buktak rá a kezelőpultra. A féloldalasnál, a nem megy a hajónál, és a nem is tudom mi volt még. Hallgat bennünket a kapitány ott fönt? Hallgat, és most gondolkozik azon, hogy mindhármunkat belevágnak a vízbe. Tehát, hogy ilyen sok csúnyát még nem mondtak a hajójáról, pedig azt mondja, hogy ki ez a gangster itt ezzel a motorcsónakkal. Ismeritek? Egyik kollégánk. Ja, akkor jöhet, jó van, akkor nem érdekes. Azt mondja, hogy ilyen gyors hajó nincs is a Dunán, mint ami mi vagyunk. Igen. Aha. És ezek a hullámokat? Ez a motorcsónak keltette hullám. Nem. Én is mindig ilyen szimpatikusan megyek, és bosszantom a BKV járattal utazókat. Nem, csak a kapitány fánkít egy kicsit. Balra-jobbra rángatja a kormány. Ugye, Feri, kérdezd meg, hogy köszönnek egymásnak a tengerészek, hogy mit tudom, örvénymentes, jó vagy valami más. Nem, a bányászoknak nincsen. Is van. Nincsen? Azt mondja, hogy nincs semmi különleges, esetleg egy jó napot kívánok, ha ismered, akkor cső haver. Ennyi. Igen. Gyerekek, most vagyunk a Dunatávernél. Tud ez a hajó dudálni? Igen, már én megtaláltam. Hadd én, ne nyújjozz. Dudáljunk már föl a bocsiéknak egy kicsit, hogy nézzenek ki az ablakon. Hosszút akarsz, vagy sok rövidet? Kérdés, hogy mennyi időtök van? Én a sok rövidre szavaznék. Üzenjetek nekik, hogy nézzenek ki, jó? Állj. Sándor, ne álljon föl, meg húzza magát. Hogyha tudtok morzézni, akkor morzézzatok le egy ilyen köszönést nekik. Biztos tud a kapitány morzézni. Há, biztos. Tud a kapitány morzézni, Feri? Azt mondja, hogy tud, ő bármit tud, egy kapitány nem, hogy morzé mindent tud, de nem szabad morzézni. Igen, nem szabad nem. Morzézni? Igen, tehát én most pont leadtam volna az SOS, mert arra még emlékszem. Mert a vízirendészetnél meghallják és eldobálják a vagdaltas zsömléket. Hölö! Jussza! A baj van! Veszély van! Ezért jelentkeztem a testületet! Mentsétek a Balázs, Ennyi a bögré, Hallottátok egyébként ezt a hangot, ezt a tőt, egy az egyben nekem beugrott a Városház utca a házasság kötőterem. Tehát már vártam azt, hogy mi erre jöttél be? Kb. Igen. Nem is volt zene az esküvődön. Azért nyomogatták a Dudát ritmusra. Egy ezer öcséből behaladszódott valami az utcáról. Na, gyerekek, szóval a lényeg. Mikor jöttök a március 15-i téren, nekem 9-re be kell érnem a suliba. Jó a kérdés, megyünk egyáltalán, vagy a batyin kötünk ki először? Megyünk a március 15-ére, kapitány. Mehetünk mi oda? Hát azt mondja, melyik az? Jaj. Biztos maga vezet? Megyünk. Így a vízről minden olyan egyforma. Igen, megyünk majd oda, és először a batyira megyünk vissza, szerintem ilyen 7:30 tájékában, jó? És csókoltatjuk a Margit-szigeti futókat, mert hogy éppen a Margit-szigeten haladunk el, illetve a Margit-sziget mellett a Budai alsó rakpart és a Margit-sziget között vagyunk, és hát gyerekek, gyönyörű a nap felkelte Dunáról. Szenzációs. Gyönyörű, igen. Mentőmellény van, Janin kérdezi, Pontyó, most még nem tettünk rá, majd amikor átszállunk a motorcsónakba, és egy hallgatót átviszünk,
leszünk Budáról Pestre, akkor azért ott sanszos, mert ott kiesel, ott nem szedünk. A jó veg a toros káposztát estem tegnap este, hogy tele vagyok gázzal. Igen. Semmi gond nem lehet. Marad. Igen. Úgy hallom, ez inkább kaszamarán. De rossz. Szét vagyunk, mikor értek vissza a Batyira? Hát gyerekek, a Batyira visszajönünk 7:30-kor, de hogy hány leszálló lesz, az csak annak a függvénye, ugye, hogy hányan tudnak felszállni. Tehát imádkozzatok. Tegye fel a kezét, ki akar leszállni? Ott jelentkezett, egy leszálló van. De az is egyébként a stábban van. Tehát, hogy... Igen. Figyeljetek, én azt mondom, hogy húzzuk ki előtte még azt az embert, aki potenciális autónyertes lehet, mert akkor utána már mindenki nyugodtabban tud úgy leszállni, hogy már nem vagyok itt a helyszínen. Meg azt is húzzuk ki, mert nagyon kapálózik. Igen. Jó, úgyhogy még mielőtt visszajönünk a Batyira, akkor kihúzzuk a Budapesti potenciális nyertes. Nem tudom, mennyire bonyolult a húzásnak a folyamata, de szerintem adjuk a baseball sapkásnak, az nagyon szimpi. Figyelj, csak oda lépsz hozzá, Jani, egy pillanatra mikrofonnal, mert hogy olyan története van, hogy megőrül. Én láttam egy fotót. Na. Hello, hogy hívna? Sziasztok, Peti vagyok. Peti, te tegnap este óta ülsz a Batyin? 18 óra 58 perckor érkeztünk ki a barátnőmmel és az egyik legjobb barátommal, aki szintén Peti, csak hogy... Ő a legjobb barátod, vagy a barátnő? Csinos nekem be. És akkor leültetek... Nekem is ezért a legjobb barátom. Leültetek egy kis székre, mert láttam rólatok fotót. És... Igen, kivittük apukámnak a kinyitható horgásszékét, kiültünk és egész éjszaka únoztunk, hogy okosan osztunk, és a legviccesebb dolog az egészben, hogy kivittem magammal egy twistert, mert hogy nagyon sok társas játékot vittünk, és így a twister nem maradhatott ki, és elkezdtünk a hallgatókkal teljesen random twisterezni. És idegen embereket twisterezni, hát olyan szinten abszurd volt a dolog, mint egy szilveszteri saskabari jelenet. Segítsetek, én utoljára ilyen, nem tudom, aranyes a lyukában társas játékot játszottam. De mi a twister? Mit csinál? Az a lényeg, hogyha nem jót pörgetsz, akkor megcsókolod a barátodat, ennyi. Mit csinálsz a twisterre? Le van rakva 4x4 színes folt, és kipörgetik azt, hogy melyik testrészed, melyik foltra kell kimenni. Tudom, és akkor ilyen hülye alakzatokat. Igen, és nagyon összecsavarodtok, és szerencsére a barátnő már elment, mire ezt játszottuk. Van valamilyen körömgomba reklám, amikor leteszi a lábát, és akkor kiderül, hogy gombás a lába, ez nem az? Nem tudom, ez a te asztalod. De egyébként az még a happy hat-hez hozzátartozik, hogy mivel ő elhozta fater széket, egy fater a földön ülve horgászik azóta. Tehát, hogy... És egész éjszaka plusz 8 fokba vártátok, hogy ti legyetek az első? Bizony, zenét hallgattunk, beszélgettünk, és nagyon-nagyon jól el voltunk. De helyesek vagytok. De olyan volt, hogy jött közterületes, már harmadszor nem szóltunk, már kétszer gyerekek. Húzzatok ilyen napig. Nem, ilyen egészen konkrétan nem volt. A múltban történt velünk ilyesmi, de szerencsére kiköszöböltük azzal, hogy a sört most termoszból ittuk bögrével. Tehát. Hát drágák vagytok, köszönjük szépen a felénk áradó szeretetet. Igen, vagyok, szerettem volna kérdezni, a picit zavaros tekintet minek köszönhető a hajókázásnak. Figyelj, csak egy kérdés, hogy ti voltatok nyilván az elsők, de utánatok mikor jött meg a második? Ki volt a második legelszántabb? Csak kíváncsi, hogy hánykor kezdtek el gyűlni a hallgatók? Hajnalban valamikor? Hát nem hajlom, még éjfél előtt erősen, szerintem én valahogy 10 és 11 között érkeztek. 10 és 11 között már jöttek a többiek. Igen, jó, de az első helyet szerettük volna kisajátítani. Jó, hát ha reggel este nagyon nagyon szeretjük titeket, szóval így egyértelmű volt a kijövünk. Igen, képzeld, kijöthetek volna este 8:30-kor, és már 20-an ülnek a sorba, azért az kicsit erős. Igen. Komolyan, hát ezért ez elképesztő. Itt van mellettünk egy srác, 9 órakor érkezett, a 3-as számú sorszámot kapta meg. Este 9-kor? Aha. Te már akkor a harmadik voltál. Így van, de 10 percnyire lakok innen amúgy. Jaj, igen. Tehát akkor megkaptad a 3-asat, hazamentél aludni, majd beálltál a sor elejére. Nem, mind maradtam. Poprócot hoztam, minden. Azt a mindenit. Tibi, ilyen nálad van a koncerte, hogy már este beállnak? Előző este? Sőt, általában már én is ott alszom a színpadon. Tehát, hogy én úgy érkezem, hát sőt, erre a kitelepülésre is én ugyanígy itt voltam, a srácokat twistereztünk. Hogy felférjél. Persze. Úgyhogy abszolút. Oké. Okay. Feri, figyelj! Hol vagy te? Egy kicsit a fönti hallgatókat szólaltasd meg, hogy milyen az idő, hogy érzik magukat. Egyébként csalnak a föntiek, mert egy csomóan lejöttek, ezért fönt úgy tűnik, mintha ezeket a hullámokat kikérem magamnak. Fönt úgy tűnik, mintha baromi kevesen lennének, de ez csak azért van, mert lejött mindenki egyébként a melegbe. Nagyon okosan megosztottuk, ugye van egy alsó meg egy felső fedélzet, amikor a alsó betet fölteretünk mindenkit, akik körülbelül 3 perc múlva leszivárogtak a többiek közé, és csak néhányan vannak, akik itt kitartóan állnak itt a felső részen, vagy ülnek esetlegesen. Itt van két jó képűnek mondott mások által, ahogy szoktuk volt mondani, fiatalember, ti mikor jöttetek? Szia, mi reggel 5 órakor érkeztünk meg a helyszínre. Honnan? Budapestről. Ja, Budapest, hát akkor úgy könnyű, azért itt van már minden nagyatád, meg mindenféle helyszín. Milyen itt fönt? Nem hideg, szerintem ki lehet bírni, nem? Ki lehet bírni, főleg, hogy most hogy süt a nap. Szóval elviselhető. Egyre jobb. Ha megnyeritek a Suzukit, vagy egy, nem tudom, játszotok egyáltalán az autóért? Igen. Akkor az a feladat, ezt még eddig nem mondtuk, hogy le kell ugratni a rakpartra. Megoldom. Azt mondom, vállalom. Még úgy is vállalom. Figyeljetek, nagy a baj. Na, mi van?
Rosszul vagy. Elmegyek rókázni. Nem, azt írják, hogy igazuk van, mert ezt nekünk már a Zsuzsék is mondták, hogy a Batyin várakozók is töltöttek Suzuki nyereményjátékot. Hát akkor az igazságtalan lenne velük szemben, ha most ezt kihúznánk. Viszont ha nem húzzuk ki, nem száll le senki. Na ezt old meg, ezt a fajta időparadigmát. Ezt szerintem hagyjuk a francba az egészet. Menjünk haza. Ne, rémesen egyszerű egyébként, hogy a kaszája az autó, és mindenki megszívta. Mégiscsak kell az a szponzorautó. Figyeljetek, akkor megmondom, hogy kikötünk. A kikötés közben, ha élőben vagyunk, akkor ott kihúzzuk. Ha hírek van, akkor várunk egy picit, kihúzzuk, és amíg még ott vagyunk, addig kicseréljük a hallgatótáborunkat. Jó? Tehát akkor még nem húzunk, megvárjuk a Batyiról érkezőket, hogy ő be tudjon jönni a kis regisztrációs lapjával, és akkor eldöntitek, hogy ki marad, ki jön. Jó? Ez vagy te, ezért vagy az, aki, és ha Istenes Bence lett volna, hogy már itt zokogna az asztalok, fogalma sincse, hogy hogy kell megoldani ezt a helyzetet, de te séróból, na ez sem. Ennyi gyerekek, hát mindenki tapsoljon. Hát komolyan mondom, ezt is megoldottuk, és még csak 7:30. Hát, gyerekek, hát. És ebben a pillanatban, egy halvány glória megjelent Balázs feje fölött, és elkezdett a széke fölött lebegni. Igen, nézzük a különböző megoldásra vélő problémák listát. Igen, következő migráns kérdés. El tudnám mondani egyébként, hogy mi a megoldás, csak nem biztos, hogy szimpatikus lenni. Kimegyünk Titanicosat játszani? Hogy ne mennénk? Nem. Jó, nem, de várj. Igen? Te leszel Jack, vagy... Ezt beszéljük be kint. Leközvetíted? Mindenképpen. Hozzátok az ecsetet meg a vásznat. Csináljuk már azt, hogy ennyi év után te leszel Rose. Csinálunk egy élő bejelentkezést. Gyerekek, ez Tibitől is kuriózú, mert kivételesen nem a saját oldalára jelentkezik hanem megcsinálja az én oldalamra. Várj, már élőben vagyunk? Nálam is van ennyire kevés néző az országos áramszünet idején. Csak egy Titanic, játsszuk már el, nem? Hát ezért egy nagy álmom volt, hogy vele Titanicosat játszottam. De akkor te dúzolj a fő témát, Balázs. Valójában valljuk be, hogy az egészet ezért szerveztük le hajóra. Jó, figyelj, én leszek Rose. Vagy ki volt a DiCaprio? Jack? Jack. Jó, akkor állj ki előre. Jó. Szerintem bele tudod lökni. Itt vagy, Feri? Itt vagyok, igen, én fölülről nézem az eseményeket. Te látsz minket, mert akkor tudsz közvetíteni. Egy mikrofon elég? Tessék? Mert akkor az enyémet elteszem. Jó, ezt megfogjuk, kiadjuk valakinek. Várj, Tibi mindjárt közvetít. Jó, megvárjuk. Tudod, hogy kell használni a Facebookot? Már a Facebook! Minden, amit ma csinálsz, azt írja, hogy évet csinálom. Ugye, megyünk élőben. Igen? Oké, várj. Hogy volt ez, hogy te előálltál? János már kiállt egyébként. Tehát János már kint áll a hajó elején. Nincsen térerő. Nagyon jól nézel. Azért az meg, hogy a kasza közvetítés, hogy csak magát mutatja. Légy szíves! Már megy? Nincsen. Na, várjál. Kicsikét váltok, összevárjuk a térerőt is. Gyerekek, egyébként egész gyorsan megy ez a hajó. Komolyan mondom. Van egészen jó tempót megyünk lefelé. Nem azért mondom, hogy egyébként az alsó lábszárom kezd elhalni, mert nem kap vért. Beírtad élőben Titanic. Na oké, most kezdjük az élő közvetítést. Jó, hogy vagyunk. Ilyen térerő a Dunán, város közepén, ne szórakozzak. Akkor lekamerázom, és utána feltöltjük. Jó, mit csináljuk ezt? Na gyere, édesem. Hogy csinálták ők ketten? Nem tudom, de itt már dugtunk. Itt már vagytok az autón. Itt elmondom, hogy egyébként nem. János kiállt előre a hajóra. Úgy volt a jelenet, Jani így van, illetve hát két széttárta a kezét, és Leonardo hátulról átöleli, gyereke. Figyelj, ne lehelj már a nyakába, legalább. Össze kell fonni a karjaikat, tehát úgy volt. Nézd már ide, Rózi! Hallgass a zenét! Benne ez a telefonomat. Tedd ki a kezed! Így van, és fogjátok egymás kezét, fogjátok meg! És ebben a pillanatban, ó, de jó kemény feneked! Megkaphatod, de csak a gyémánt után! Ő így ölelte egyébként? Igen, és így a kezeik így összefonultak, és két oldalra így kivoltak téve. Most vagyunk a Margit híd alatt, gyerekek. A komplett budai alsórakból láthatja, hogy Titanicban megyünk. Ők azok, igen! Jani, a kapitány rányomott egy satút. Pécsit megindult a belőre. Azért nagyon szerencsés, János, mert ha itt beesel, azonnal a hajó alá kerülsz. Tehát, hogy... És hátul így kijönnék én darázos. Hozzáteszem, itt kell megjegyeznem, hogy ráérek a következő időszakban. Tehát, hogy van egy üresedés. Ez azért nagyon szerencsés, mert esélyed sincs kiúszni. Tehát bármilyen jó úszó vagy, a hajó alól nem nagyon kerülsz ki. Jól van, na, hát figyelj. Igazából ez is megvolt. Nem volt rossz, pont mondani akartam, hogy egyáltalán nem zavar, hogy proli vagy. Jó kis film volt az egyébként. Na, azt mondja, hogy oké, akkor mindjárt visszérünk a Batthyány térre, egy kis helyzetjelentés, hogy hol vagyunk. Margit híd és a Lánchíd között. A budai alsó rakparthoz közelebb, úszunk visszafelé a Batyihoz, és hát szerintem pillanatokon belül kikötünk, mert mindjárt itt vagyunk a Batthyányin. Jó, úgyhogy sorsolunk. Amikor visszajöttünk a hírekről, addigra leszünk a Batyin. Nagyokat nyelsz, Balázs, mi van?
Hát semmi, ő is egy picit vissza a kávé. Igen. Ő is egy picit örre számított, én is azért reménykedtem benne, hogy lesz egy kis Jack Dugó. Ott álltam mögötted, Jack Dugó. Három perc van, 7:30. Jövünk mindjárt a sorsolással a Batthyány térnek, üzenjük, tartsatok ki, mindjárt ott vagyunk. A Klassz FM Morning Show nagy őszi roadshow 2016 a finishben. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora ma Budapestről, a Dunáról, egy hajó fedélzetéről jelentkezik. Láttad már a Morning Show-t élőben? Most ne hagyd ki, mert ki tudja, mi lesz. Lehet, hogy nyersz egy vadonatúj autót. Igen! Lehet, hogy nyersz egy laktózmentes tejjel teli pakolt hűtőt. Igen! Lehet, hogy értékes akkumulátoros gépre teszel szert. Igen! Valaki utánunk csinálja ezt. No. Klassz FM Morning Show nagy őszi roadshow 2016. Ez a legklasszabb buli. Az ében nem látod, hol vagyok, akkor küldök neked hulló. Csa! Csa! És újra velem leszel. Sikolj! Jaj, de jó ez a szem! Jaj, de hosszú, jaj, de hosszú! Úramisten, még mindig a saját hatásom alatt vagyok. Figyeld, a kapella rész jön. Mindenkinek kell nagy levegő? Az éve nem látom, hogy hol vagyok, akkor neked, bocsi, csak kívánod, csak kívánod kell. És újra velem leszel, jön a taps és a sikor! Uramisten, de jó vagyok. Hozom a Balázs mögré, gyerekek! Száguldás, most se szerelem. Keverne, Zsül, keverne! Kifut a végén, Zsül? Persze, legyen a jogdíj miatt, a jogdíj miatt. Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggel! 3:48, csak egy kis na, élőben jelentkezés, gyerekek, a rádióban ment Tibi dala, és ő élőben ráénekelt itt a hajón, és egy ilyen kis mini koncerttel szerettük volna megörvendezni mindenkit. Playbacknek indult, de aztán jobb vagy, mint fölvételen. Igen. Írj egy hallgató, na mi van, beraktátok kasza egyetlen slágerét? Mi csoda! Itt emelném ki a vallomást, itt emelném ki a táralattát, tirlattát. Így van. És a paparappa hopparát. Milyen jó ez a karaoke srác, Andi, ha jó. Nagyon jó. Épp volt a Balázsnak, hogy másfél órája vagyunk együtt a Tibivel, és ez már az ő kitelepülés. Jó, de Tibit ezért kedveljük. Így születnek a legendák. Egy hónapul arról fognak beszélgetni az emberek, hogy emlékszel, amikor a Tibi kisorsolta azt az ukit azon a hajón? Annyira jól éreztem. És ott van a Balázs is. Drága hallgatók, beszállt, akkor mindenki tudunk sorsolni, jó? 3:48 pontosan, arra gondoltunk, ugye megígértük, hogy visszaérünk a Batyira, és akik még kimaradtak, beszállnak, sorsolunk, és akkor akinek utána mennie kell, vagy addig maradt, amíg ő érthető okokból, ugye ki nem derült, hogy megnyerheti az autót, akkor utána természetesen még le tud szállni, és akkor indulunk a következő körre. Jó? Úgyhogy szerintem csináljuk meg a húzást gyorsan, derüljön ki, hogy ki lesz az utolsó hallgatónk, aki esélyes lehet arra, hogy megnyerje ezt a gyönyörű autót. És utána akkor perceken belül újra teszünk egy kört az új hallgatóinkkal és a régiekkel, akinek közben mennie kell, nyugodtan természetesen le tud szállni akkor egy picit a hajóról, vagy akár végleg, hiszen akkor már nem lesz esélye megnyerni az autót. Ha maradtok, persze nyilván baromira örülünk. Nem tudom, ez mennyire jelent jót vagy rosszat, de elkezdett becsorogni a víz a lábamnál, hogy lehet, hogy nem kéne. Többen ne gyertek. Igen. Többen ne jöjjenek. Figyeljetek, annyi van, hogy még mindig vannak itt hallgatók, tehát ha valaki esetleg szolidáris, és úgy érzi, hogy láttam most már a fiúkat, nem is tudom megnyerni az autót, hajóztunk is egy kört, és mondjuk jön még, akinek nem volt lehetősége, 20-25-e még állnak kint, tehát ha valaki úgy érzi, nagyon meg fogjuk köszönni, hogy drágák vagytok, hogy szolidárisak vagyunk egymással, akkor ti le tudtok szállni, láthatok mindent, és akkor be tudsz szállni még ez, aki viszont nem hajózott velünk, nem volt itt még, és nem volt lehetősége megtapasztalni, hogy milyen így. A srácok, akik hajnalóta itt vannak, lassan leszállhatnak, nem? Hát nem, ők talán egy kicsit túl elszállnak tűnnek ehhez, de hát ha van egy-két hallgató, jó? Oké, tudunk akkor valakit húzni? Jó, hozzuk ide a regisztrációs kártyákat, kisorsoljuk akkor az utolsó hallgatókat, aki nem sokára ott áll majd a kulcs ceremónián
9 óra után. Jó, és esélye lehet még akár utolsó érkezőként is megnyerni az autót, hiszen mindenki kap majd egy sluszkulcsot, és valakinek, valamelyik játékosnak a 6 játékos közül nyitja az autóid, a kulcsa a Suzuki-t. Ugye ő lesz értelemszerűen a nyertes, a többieknek nem lesz jó a kulcs, hugom, és nem fog kinyitni. A hugom és az anyám álljon előre. félek, hogy egyébként tényleg itt vannak. A maga szerencse. Jó, kicsit még keverünk, kavarunk, és akkor így megnéz, mindenki a kezemet figyeli, ő megint a sorsolási bizottság elnöke. Mondjuk innen egyet. Jó, engedjétek majd át, picit nyíljon szét a tömeg, jó? Azt mondja, hogy hát én ezt nem tudom elolvasni. Nagyon jó. A telefonszámát be tudnám mondani, de nagyon sokan hívnák. Az biztos, hogy ez Horváth Izabella. Horváth Izabella. Itt van-e, vagy fönt van-e, integete, kiabál-e, itt van-e Horváth Izabella. Itt van velünk, hogy beugrott a Tibi dalánál. Igen. Azt mondta, hogy én ezt nem bírom, és kilépett a hajóból. Elég legyen, srácok, szövetséges nem ezért jöttél. Igen, nem ezért. Lehet, hogy ő volt az, aki komolyan gondolt az előző mondatodat, hogy engedjünk mást a hajóra, és hazament. Igen. Itt van, érkezik egyébként. Látjátok már, hogy elindult? Jön, jó, elindult, akkor engedjük át, egy picit így nyíjatok szét, léci, meg majd a... tud jönni. Ott. A kulcs ceremoniálisak, mondjuk, hogy itt azért helyre lesz majd szükségünk, tehát mindenkinek egy picit hátrébb kéne menni. Ott középen átférsz, ott a két utazó között. Az is jó egyébként. Jaj, hát hello, hello, ciao, szia. Sziasztok. Hello, jó reggelt, hello. Izabella? Jaj, így van. Akkor Iza, gondolom, ugye? Izácska, jó? Izácska. Izácska, jó, van, legyél Izácska. Honnan jöttél hozzánk, Izácska? Hát igazából Szentendéről. Na, hát akkor ott remegek. Remegsz, teljes, hogy... Hazavigyünk, ha jóval? Nem. És simán haza tudnánk, egyébként tényleg ki tudnánk dobni. Figyelj, van autó, régi autó, új autó? Hát régi. Régi autó. Igen. Gyermek, család, minden van hát már? Nem az enyém. Nem a tiéd, tehát neked nincs saját autó. Most jelenleg nincs saját autó. Nincs saját autó. Na, ez, örülünk, de nem abból azért, hogy nincs saját autó, hanem hogy akkor nálad is jó helyre menne tulajdonképpen. Pontosan. Az enyémet sajnos ellopták, úgyhogy... Ó, édesem, tényleg? Igen. Hány éve történt ez, mikor történt? Másfél éve. Másfél éve. Ez elképzelni nem tudja az, akinek ilyen nem volt, hogy lejössz, és ott, és azt gondolod először, hogy rossz helyen parkoltál, azt gondolod, hogy biztos én emlékszem rosszul, aztán rájössz, hogy nem, tényleg elvitték a kocsidat. Hát annál nagyobb trauma nyilván van, de hogy azért ez borzasztó. Hát igen. Nagyon. Oké, okay. Figyelj, de hány órától voltál itt a sorban? Reggel 4-kor keltünk, 5-re értünk ide. És akkor már álltak egy csomó, mint kiderült. Tehát akkor már ugye sanszos volt, hogy egyáltalán felfértek-e. Oké, okay. Figyelj, Iza, te vagy akkor a szerencsés, úgymond 6., ugye, mert 5 helyszínünk volt plusz valaki, aki tegnap kiválasztottunk. Úgyhogy 9-ig próbálj meg nyugodni. Jó? És vegyél nagyon sok levegőt. Igen. De jogos egyébként. Kapni fogsz te is egy kulcsot, imádkozzál, hívd a rokonokat, hogy a kulcsot nyissa majd a Suzuki-t. Jó? Oké. Okay. Oké, ez a szerencsés, hogy pusan nyertél valaha valamit, vagy nem is olyan próbáltad? Nem, eddig még ez volt a legnagyobb. Ez volt a legnagyobb. Így van, nyertem már egy-két dolgot, de ez volt a legnagyobb is. Oké, Iza, hát akkor dukkolunk csak úgy, mint a többi játékosnak. Kivel jöttél, azt még nem mondtad? Várommal. Vároddal, ő is itt van. Jól van. Oké, 9 után találkozunk, jó? Oké, jó, köszönöm. Puszi, szépen. Puszi, Iza, köszönjük, gratulálunk, ciao, ciao, hello, hello. Figyelj, hogy senki nem jó, nagy taps volt megint. Minden egyes nyertesnél. Persze, gratulálunk. De egyébként tényleg, miért azt várjátok, hogy aki itt van és nyerni akar, az, hogy tapsol valakinek. Hát egy kicsit. Hát én szolidaritásból tudod, ilyen. Jó, már nem én nyerek, akkor legalább tapsoljuk meg. Hát, miért tapsolná? Őszinte magyar. Oké, na figyeljetek, mondjuk mi a program. Lassan újra elindulunk hajózni. Tehát elindulunk újra egy újabb körre. Nincs kedve. Újabb kör. Egy újabb kör, igen. Még egy kaszadal. Fél 9-kor jövünk majd vissza, 9:30-kor érünk ide vissza. 9:30 után átviszünk valakit 9 órakor a másik oldalra, ha szeretne velünk egyet hajózni egy motorcsónakkal, az csak egy ilyen röpke gyors kis utaztatás lesz, átmegyünk egy motorcsónakba, majd 9 óra után pedig odaadjuk az autót, és közben hajózunk. Tulajdonképpen ez a program. Jó? Jó. Elfogadjuk. Jó. Más tökéletes. Marha jó hangzik. Rose és Jack fantasztikus utazásának a kordokumentuma már fönn van jelenleg, Sebestyén Balázs official oldalán, tehát meg lehet tekinteni, meg lehet nézni. Nagyon szép egyébként. Azt picit sajnálom, hogy ahogy az egyik kedves hallgató jött, nem tanítottál meg, illetve tanítottad meg Rose-t köpni. Nehogy volt egy olyan jelenet is, de az egy másik jelenet, az nem ez. Igen. Amikor állnak a korlát szélén is, és Jack megtanítja Rose-t köpni. Van, amikor lemennek a mély garázsba, nem tudom, hogy a Titanic-nek a tárolóból, és ott a kocsiban, amikor amikor bepárásodik az ablak, na azt az csináljátok. Az a következő fél azt óra. Azért ezt nem bánom, hogy nem mentünk le ide. A gázolaj szakba, és akkor nem rajzoltam rólad valamit egy kocsiba, meg ide tettelek magamében. Oké, okay. Azt mondja, Balázs, bepisilünk itt kint, írta Angéla. Mit tegyek ez ügyben? Integet? Te vagy Angéla? Hello! Hát figyelj, azt hiszem van itt valahogy egy nyilvános budi. 3 éve mondjuk zárva volt, amikor én mentem. De hát próbáljátok megoldani. Jó,
Na most jött el az a pillanat, aki látott bennünket és úgy érzi, legyünk szolidárisak, jó? Köszönjük szépen minden tényleg leszállónak, ha esetleg van ilyen. Mi pedig játszunk még egyet, mert hogy ugye van egy mitmondóra játékunk, és utána, ha minden igaz, akkor indulunk is, úgyhogy valakivel már is játszunk. Visszafelé beszélünk. Ülészem élet a szív. Hozzájállat, élet a szívvonom. Aki kérdez. Sziasztok, Dóra vagyok. Találjátok ki, mint mondok visszafelé. Vácsítjellán, mime? Aki válaszol. Hello, jó reggelt. Jó reggelt, sziasztok, szia. Reni vagyunk. Reni, hello Reni. Reni, mikortól vagy a sorban, vagy mikortól voltál a sorban? Hát fél órája jött egy helikopter, nem hallottátok? Fél órája jött egy helikopter, aj, de menő, értem. Honnan jöttél Reni egyébként? Nem, Budapestről. Budapestről. Oké, na figyelj, mutatjuk a feladványt, Zsülci, választ el, jó? Mert itt közben én így elakadtam gépileg, úgyhogy igazából a pénteki játékos már nem tud választani, egy maradt. Mutatjuk, hogy mi lesz az. Jó, figyelj, ezt jó. Hallgass meg. Okay. Indul az óra, figyelj. Várjál. Uh-huh. Még nem halljuk. Picit nehéznek tűnik így elsőre. Hát, hogy Zsülcit ezen meglepszem. Mondhatsz bármit, nyersz vele. Oké, okay, rendben. Figyelj, akkor elindítom én neked, jó? Azt mondja, hogy mi volt eddig? Állatunk volt, városunk volt, híres emberünk még nem volt. Az sem, meg szólásmondás. Szólásmondás. Híres ember, szólásmondás? Híres ember. Híres ember, oké, na figyelj, így szól, próbáld kitalálni, hallgass meg. A 10 ikatap. Hát ez nagyon könnyű. A 10 ikatap. Ki lehet ő? A 10 ikatap. Zita. Így van, ikatap. Pataki Zita. Ennyi, hol van? Pataki Zita. A komoly felhők nagyasszonya. Ilyen kérdés volt a Suzuki-ért? Gratulálunk a kulcsok. Látod, milyen könnyen állunk nyerni. Oké, okay, Reni, megvan az ajándékcsomag. Egyébként is meg lett volna, de adunk neked egyet. Ügyes voltál, jó? Köszönöm. Puszi, köszönjük. Sziasztok. Szépen. Köszi, ciao, hello, hello, hello. Na, várjál, Reni. És szálljál el, légy szíves. És ezek után. Igen. Jó, gyerekek, hát ha nincs leszálló, akkor nem tudunk mit csinálni, tehát akkor ez már rajtatok múlik. Mi megértjük egyébként nyilván, de ha pára még le akarnak pattanni, akkor pattanjanak hogy le. Várunk még egy kicsit, hogy hát a néhányan meggondolják magukat. Jó, 6 perc van, pontosan 8 óra, indulunk mindjárt, mi pedig jövünk a hírek után. Folytatódik Magyarország első és egyetlen morning show-ja. FM Morning Show Nagy Őszi Roadshow 2016. Élőben Budapestről, a Dunáról. A mikrofonnál Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ti vagytok a legjobban. Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. 8 óra után, pontosan 9 perce, gyerekek. Hát, mi van itt, komolyan mondom, újra elindultunk. A hajóval némi leszállás és kiszállás és beszállás és ajándékcsomaggal zsarolás, létszi szállj le, hogy más is beszálljon. Nem, én nem megyek innen sehova. Nem jelenet kell után. Gyerekek, egyszerűen az történt, hogy többen szálltak be, mint amennyivel a kapitány nagyon helyes módon azt mondta, el tud indulni, ezért néhány hallgatónak le kellett szállni, de a mi hallgatóink a legjobb hallgatók, mert igazából azt mondták, hogy én már hajóztam, leszállok és szálljon be más. Hozzáteszem, egy picit segített azért az előző hullócsillag, nem? Aki azt hallotta, utána mondta, hogy minden jól volt. Elbírni őket a távozásra. Így van. Viszont most lefelé megyünk, és nem sokára a Lánchíd alatt leszünk, tehát ha valaki a pesti vagy a budai alsó rakparton akar nekünk integetni, vagy megnézni bennünket, akkor egy katamaránt keresen. A Lánchíd alatt leszünk pillanatokon belül, egy nagy Dunahajó fordul, mi pedig megyünk a Lánchídon lefelé. És hídról simán le tudsz ugrani, mert ponyva van fölül. Jó, igen. Nyugodtan. Ezzel azért óvatosan beszél, nem hárman tényleg leugranak. Tehát, hogy ismerve a hallgatóinkat, tegnap este 17:30 óta itt ülnek a rakparton, ez simán megteszi valaki, hogy ránk ugrik. Tehát nem ezzel mindig óvatosan. Üzem. Így van, nem veszélytelen üzem. Mindent azért ne vegyetek komolyan. Elmondom nektek, hogy mindenki itt van a hajón, egyetlen stábtagunkat, aki lekéste a 8:30-es indulást, illetve a 8-as indulást, Juli. És integetett nekünk a Batthyányi. Sziasztok! Illetve most fut a hajó mellett a Pákó. Pákó! Igen, nem. Nagyvárad arra van! Igen, óriási. Szóval, hogy a mi ülünk ennyire jó. Juli. Itt hagytuk, de hogy el kellett indulnunk, úgyhogy majd, amikor visszajövünk ide, ilyen 8:30-9 környékén, mert hogy újrahajózunk egy picit, akkor Juli be tud szállni, és akkor magán a sorsoláson már itt tud lenni. Addig vigasztalásképpen, Juli, hogyha most hallasz minket esetleg headsetről, így se jobb a buli. Igen. Balázs, bár én régen hajóztam utoljára, de minden hajón van tehén. Figyeljetek, ezért ennyire szürreális, hogy nem sokára egy hajón, élőben, a Duna közepéről, körülbelül azt gondolom, hogy az Erzsébet híd alatt nekiállunk tehenet fejni. Szóval azért ez így, ezt azért így el kell tenni valahova magunkban. Én megkívántam a tejet. Mert hogy nem sokára fejünk. Gyorsan egy-két SMS, mit írnak a hallgatói, mi a helyzet az utakon? Amit látunk, hogy a Lánchídon egyébként kiválóan halad a forgalom, Erzsébet hídon...
Erzsébet hídon mit látunk? Hát Pest irányában megállt a forgalom, Budára kiválóan lehet haladni. Hoppácska, budai alsó rakpart az északi irányba áll, a déli irányba remekül halad, pesti alsó rakpartot nem látom, mert annyira süt a nap. Így van, meg ott állnak a dunajáróhajók. Szóval élőben tudunk közvetíteni arról, hogy hogy kell a város. Kapitány, csákjázzuk meg ezt a hajót! Oda néz! Ott van már megint valami nyomorult kis... Német kis nyugdíjasok, mi? Német kis nyugdíjasok, igen. Igen. Innen fordulnak a dunajárók egyébként, nagyon, megy, nagyon kevés megy már lejjebb, itt állnak meg, ez az utolsó, és akkor mennek vissza Bécs irányába. Ez egy ilyen egyhetes, tíznapos túra, szépen jönnek Németországból, itt állnak meg, és aztán mennek, mennek vissza. Innen lejjebb már csak a nagyon, nagyon bevállalós. János, akik ilyenen utaznak, sose voltak Ibizán. 60 pluszos utazókat képzelj el. Igen. Általában külföldiek, igen, hát idős törzsközönség, ugye ez a minden fővárosban, amin a Duna átfolyik, megáll, kiszáll egy napra, este tovább megy, éjszaka alszik. Mondjuk ezzel még vannak így páran. Szóval ez ilyen nagyon, nagyon, nagyon nyugger, nagyon nyugger program. Ekközben picikért ilyen üveges tekintetek az itt jelenlévő közönség körében kicsit kiszakadtak ebből a dumcsiból. Tehát nem baj az. Kevésbé 60-as, kevésbé folyamatos. De muszáj, hát muszáj informálni nincsen a hallgatóinkat, hogy mi történik a Dunán. Az Erzsébet híd irányába megyünk, fölöttünk a Citadel és a Szabadságszobor, és a gyönyörűen felújított Várkert bazár. Van, a már nem tudom hányadszor felújított. A 6-szor átadott a Várkert bazár mellett. Picit följebb egy kaszinó van, üdvözöljük Andy Vajnát. Hát konkrétan Andy Vajna a lakásába be tudsz innen integetni, mert meg tudom neked mutatni, hogy hol lakik. Tehát, ott a hegy oldalában. A hegy oldalában. Vagy már a Citadella is az övé? Nem tudom. Azt mondja, hogy Újpesten a Pozsonyi út, Újpesten a Pozsonyi út és a Tél utca kereszteződésében sem baleset, sem fennakadás nincs. Kőbányán az éles saroknál tűzoltók foglalnak el egy sávot. Egy műszaki hibás autó a gyorsan befelé a csévéző felüljáró előtt az egyenesben ment, úgyhogy, úgyhogy mindkét irányban nagy a torlódás. Kála Tomi küldte nekünk. Villányi Bach irányába gatya gyalog, előzzük a 61-es pótlóbuszokat. Szala, köszi, hogy elküldted. Jászberényben pedig a Gyöngyösi úton a Véda kamera után Trafipax balesetmentes utat mindenkinek. Bucó, köszi, hogy elküldted. Gyorsan egy-két SMS, gyerekek, hát nagyon szomorúan látlak benneteket az irodából, sajnálom, hogy nem tudok ott lenni, dolgoznom kell, de figyelem, hogy mi történik a Dunán, állandóan nézem, hol a hajó. Rogán Antal. Bocskor Gábor. Jó, ide szép. Igen. Igen. De érzik a szívem, hogy nem lehetek veletek. Halálra, Bocskor Gábor. Fridével se rossz, de azért izgalmasabbak vagytok. A király a műsor, sajnál a munka miatt nem tudunk ott lenni. Mentősök vagyunk, két ajándék csomagért viszont sútyiba szívesen oda szirénáznánk. Jó, figyeljetek, ha itt az alsó rakparton végigmentek szirénázva a budain, akkor van két ajándék csomagotok. Dobjátok ki a római parton, egy óra múlva úgyis munka van. Azt mondja, mi a táltos wifi kódja? Ha megtudjátok, tudom lájkolni Balázs oldalát. Júj, de jó vagy! Kérdezzük meg a kapitánytól, ha van a táltos wifi kódja. Igen, Buvar Kund Forever. Mikor jöttek a március 15-ére? Kérdezi egy hallgató. Elmondom őszintén, hogy mi a helyzet. A helyzet az, hogy egy szöget nem lehet ledobni a hajón, úgyhogy elmegyünk a március 15-e tér előtt, de hallgatóink, akik itt vannak a hajón, baromi elszántak, nem fognak leszállni, tehát nem is tenném mindenkit hintába. Hogy kikötünk, úgyhogy csak odaintegetünk, de nem tudunk kikötni, mert nem nagyon tudtok beszállni, a telénél is jobban tele vagyunk, úgyhogy, úgyhogy egyszerűen nincs hely a hajón. Uh-huh. Most vagy a mi kapitányok a legvagányabb a Dunán, vagy valami rátekeredett a hajócsavarra, mert körbe-körbe. Mert körbe-körbe megyünk. Nincs kötelező haladási irány. Tehát tulajdonképpen ezt mindenhol, igen. Nincsen semmilyen, annyi a lényeg, hogy a kisebb, gyorsabb hajó tér ki mindig a nagyobb belől, de bármi, tehát te keresztbe tudsz fordulni, bal oldalon mehetsz, jobb oldalon mehetsz, nincs semmiféle irány. Most... Táblákat kell a hidakon tartani, mert vannak ugyanúgy főútvonal táblák, behajtani tilos táblák, de nincs kötelező haladási irány. Őszintén, ezt hányszor mondtad az elmúlt két évben a vízirendészeknek? Biztos, hogy értse meg. Nincs kötelező haladási irány. Értse meg. Nincs. De nagyon fura, de hogy bármerre fordulhatsz, az a lényeg, ha te vagy a kisebb, gyorsabb hajóval, menjél el, mert a nagy viszont nem fékez senki kedvéért, nem áll meg, hanem egyszerűen átállítod. Ha leviszik el, akkor ki a gyorsabb hajó? Na, oké, jól van, feljünk akkor egyet, hogy legyen teljes ez az adás. Figyelj, Tibi, ilyet még nem láttál, imádjuk egyébként. A mi drága mizós lányaink már felkészültek a fejés, és arra gondoltuk, hogy... Lányokat fejünk? Igen, nem, lányok fejnek, de arra gondoltuk, hogy zárjuk ezt a turnét úgy, hogy legyen emlékezetes a mai, ugyanis soha sem most, se a tavalyi kitelepülésünkön, vagy a tavaszi kitelepülésen nem fejtek férfiak, ezért legyen most az, hogy férfiak fejnek. Ilyen még úgy sem volt. Jaj, hát a tegnap este hőse. Hello! Hello!
Sziasztok! Nem adom oda, mert látom rajtad, hogy ittál valamit. Ciao. Nem, semmi ilyesmi nem történt. Nagyon-nagyon bizakodó vagyok, olyan a markom, mint egy ipari satúgép, legalább egy évig nem volt barátnőm. Oh. Jó, egy kicsit több info, mint kellett volna. Jánosnak is ilyen pedig felesége van. Figyelj, hogy hívnak? Mondd még egyszer a neved, bocs. Peti vagyok, Peti, Farkas Peti. Peti, oké, ki a másik játékos, Feri? Szia, én meg Gábor vagyok. Ti együtt jöttetek? Petivel. Nem, mi külön jöttünk. Nem így jöttek össze. Te is beszálltál a Twitter, vagy mi az Twister, vagy mi volt a játék? Majd a műsor után majd twisterezünk egyet. Te hányra jöttél? Mi 3:30-kor keltünk, Zuglóból jöttünk. Hát az gyerek ahhoz képest, hogy van, aki ugye este 9-től itt áldogál, vagy 7-től. Ki kezdje? Peti? Bízunk Petiben? Ahogy akarjátok, kezdje Peti. Kőpapíróló, vagy valami, egy kőpapíróló, vagy valami, csak így ez. Jó, kőpapíróló, kettőtök között. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nagyon jó, 2 olló. Na, húzzatok már, tudjátok mikor. Oké, kő a papír, akkor te kezdesz. Gábor fog neki a kis történetnek, és hát itt van a mi drága tündérünk, az úszómesterünk, gyerekek, és minden vízótehén legjobb barátnője, ugye? Roberta, mit gondolsz, a fiúk jobbak, mint a csajok? Hát majd meglátjuk. Ja Istenem, mi volt a csúcsunk, hogy emlékszel? 4 deci. 4 deci, igen. Ah, 4 deci, hát akkor Gábor már térd elő rajtba, Roberta számolj vissza, azt hajrá. 3, 2 és hajrá. Hát egyelőre nem látom, hogy jobb lenné, mint a nők ebben a fejésben, de azért nyomjad, mert tudod mi a nyeremény, ugye egy vadi új hűtő tele laktózmentes mizó tejjel. Nem elég, Gábor! Jó, gyerekek, ti kiszálltatok? Figyelj, nézd meg, mindenki olvasgat, elmentek haza, még 3 ember jöhet a hajóra. Isteni Gábor, hogy állunk idővel? Most vagyunk 1/2 percnél, még annyi. Júj, de szép, Peti, milyen rendesen szurkol a másiknak. Majd valaki szóljon már műsorvezetőknek, hogy hello, gyertek velünk itt, mert közben itt... Hát gyerekek, fejjetek! Úgy fejjnek semmi, hát nem. Helyes, hát ott fejés, arra nem akarunk beleszólni, mert csak lassítjuk. Hova fejést? 10 másodperc van, nyomjad, Gábor. Gábornak vöröslik a feje és a füle. 5, 4, 3, 2, 1, és Gábor, itt a vége. Hú. Milyen volt? Hát jó a tapintása. Izzasztó egy sport lenne, az biztos. Jó, nem így kell azért rendesben. Roberta már áttölti. Képzeld, ha kiderül, gyere, hogy csajok majd rád vertek, mert hogy tudjuk a mennyiséget, és tudjuk, nem, hogy a héten mennyi volt a legtöbb. Azt a mindenit. 3 deci. Ó, nem rossz. Az nem rossz. De volt a héten, akinek egyébként több volt. Így van, 4 decig is. Eljutottunk. Hát Péter, hogy érzed? Nekem hajam fog elvörösödni. Az már megvolt. Na majd meglátjuk, hogy mennyire lesz jó. Figyeljetek, ez is szürreális, mert Roberta tölti vissza a tejet a tehénbe. Tehát az oldalánál fogva. Há, Péter pedig ide ült a két hátsó láb közé, figyelj Petikém, abba bele mindent, légy szíves, nem eléfej, tessék, itt van az indítás, várjál. 3, 2 és hajrá! Azt a mindenit, van lendület, úristen, az ömlik a tejjel. Nem ellé, Peti! És tudja, hogy hátulon nézel, irgalmatlan mozog a hátat, tudod, jobbra-balra, jobbra-balra, jobbra-balra. Óriás abból lendület. Abból a tőgyből is jön, amit nem fej. Annyira nyomja. Mit mondtatok, hogy egy sör van benne? Nem tudom, hogy mennyire hatékony, a sebesség biztos, hogy jó. Mennyi a Roberta, ahogy állunk, 1/2 percnél vagyunk, hát ez vagy... Szájjal beszabad segíteni? Szájjal beszabad segíteni? Nyomjad, lehet, nem mondta senki. Nézd meg, és odahajol a harmadikhoz, éri le. Nem vagyok hajlékony. Nyomjad, pedig én meg volt, az már szerintem, ha egy évig barátnő nélkül voltál, akkor begyakoroltad. Mint egy C betű, olyan vagyok. Nyomjad? Figyelj, még 10 másodperc, ez a véghajrá, ne tébd le a tőgyét, légy szíves. A műtehenünk sír, úgy csinálod. Az egyikből konkrétan 3, 2, 1, itt a vége. Milyen volt? Hát Jani mesélte egy pár hete arról az emberről, aki a BKV-n ilyen csuklóerősítő dolgokat nyomta. Lehet, tudom, igen, hogy én fog játszani, akkor én lettem volna ez az ember. Na, Roberta megméri a mennyiséget, mondja. Mielőtt elárulom a mennyiséget, kötünk egy alkut. Velem? Igen. Mondjad. Csak akkor árulom el, hogyha kaphatok én is egy ajándékcsomagot. Gyerekek, Roberta, Roberta! Micsoda díl, kérem szépen! Egész héten itt állt, mindent elviselt, megtanította Janit úszni, a közönségre bízzuk, jár-e neki? Jár neki, jó. Jó, de ha neki adunk, nektek nem jut, jár.
Jaj. Akkor megkapod. Köszönöm. 3,5 deci. Szép volt! Ember így még lefejte, nagyon-nagyon örülök. Az, az igazság, hogy az iskolában a volt is, mert már gyetemista vagyok, de a gimnáziumomban, ahol visszajárunk, mint öreg diák, ott van egy ilyen közösségi hely, amit Pince klubnak hívunk, és az nagyon-nagyon el kellett volna egy hűtő, és borzalmasan örülök, hogy sikerült megnyernem, viszont szeretném azt hozzátenni, hogy én egy ajándékcsomagért jöttem, és kötöttünk az elején egy olyan Alkut Gáborral, hogy a tejet nekiadom belőle mindegyiket, hogyha kapok egy. Igen, az rajtad látszik, hogy nem fogyasztasz ilyesmit, tehát nincs benne alkohol, akkor az rögtön lepattan. Tehát a hűtőszekrény, akkor a klubbé lesz a régi iskoládé, Gáboré a te. Ajándékcsomagot szeretnék, ha esetleg. Jó, figyelj, ez nagyon rendes, de ez komolyan mondom, tök rendes felajánlás, mert azért általában egy ilyen vadonatúj hűtőt az ember magának nyer. Gáboréknál van laktózos a családban, szóval ezt megbeszéltük előre, és ez így érzem korrektnek. Tök jó, meg az laktózos hűtőt adja be egyébként a Pizé klubba, és viszi az a meg amikor volt egy bizonyos élelmiszer üzletláncnak a játék, amikor verset kellett írni, akkor egyébként én nyertem, és én voltam az a borzalmasan nagy szemétláda, aki azt mondta, hogy majd egy ropit vesz a családjának a 100 000 forint nyereményből, úgyhogy azt gondolom, hogy muszáj egyszerűen az éter felé valamiféle felajánlást nyomnom, hogy ne égjek el a pokolt tüzén. Ez jó karma, ez hogy ezt most egy ilyen közösségi helyiségbe szánt hűtővel próbálod jóvá tenni egyébként, de tényleg ez szép dolog, köszönjük igen, szépen. Meg úgy is tél van, ilyenkor az alkohol hűl az ablakban, tudod, tehát nem kell a hűtő, mert az neki fontos. Oké, na jó van, gratulálunk, akkor fölveszünk minden adatot, jó, és akkor megvan a dolog. Azt mondja, hogy gyorsan egy-két SMS, még nagyon helyes SMS-ek jönnek. Ide valaki, hogy dobjunk fel a hídra egy ajándékcsomagot, dudál, amikor itt van felettünk. Már elhagytuk egyébként a Lánchídra írta. Fölöttetek fogok menni, feldobnátok egy ajándékcsomagot, majd dudálok. Úgy hallom, a csajoknak eddig jobban ment a fej, és nem is bánom, írja egy másik hallgató. Egyébként tényleg így van. Szóval, hogy volt, aki ennél többet fejt, igen. A dolgozó szomában látom, hogy megy a móka kacagás a hajón. Sajnálom, hogy nem lehetek ott. Orbán Viktor. Köszönjük szépen. A dolgozó szobából. Melyik dolgozó szobából? Az ovális irodából. Sajnálom, hogy idén nem láthatlak titeket, de sajnos volt, ezen a héten műtöttek meg, szívesen elfogadnék egy gyógyító ajándékcsomagot. Gyerekek, azt gondolom, hogy kezd az ajándékcsomag értékesebb lenni, mint mi. Tehát itt már effektíve azzal lehet bárkit zsarolni, sakban tartani, ha adunk, vagy elveszünk. Nagyon fölértékelődik minden, amiből kevés van, vagy limitált ideig lehet hozzáférni, ugye? Igen. Futok, robogok, felétek a Batyira, várjatok meg, léci. Oké, de már nem biztos, hogy van beszállás a Batyi, mi ezt már nem mondjuk, nem hangoztatjuk, tehát már azért sokan vagyunk tényleg, úgyhogy már nem is ígérünk semmit. Azt mondja, hogy volt, aki ugye lájkolja az ajándékcsomagért az oldalt, azt mondja, ajándékcsomagért nem lájkolom Balázs oldalát, itt vagyok a hajón, Dév küldte nekünk. Oké, köszönjük szépen, tartunk egy pici szünetet, aztán jövünk vissza, mondjuk majd még a közös motorcsónakázás lehetőségét is, mert hogy néhányan egyébként a hajóról ki tudtok szállni, és el tudtok menni egy nagy közös motorcsónakázásra, azt hiszem talán heten, jó, mert hogy ilyen 8 személyes ez a kis hajó, és akkor a hajó vezetőjével együtt, ha valakinek van kedve, akkor majd a csajok itt felveszik az adatokat, és akkor le tudtok szállni még egy ilyen kis Dunajárásra így a felkelő napon. Nagyon menő a motorcsónak, gyerekek, de tényleg, az komoly. Komoly, és még egy nagyon fontos kérésünk van. Sírva kérünk mindenkit a telefonon a kezében, ne küldje többet, hogy Suzuki. De, jogos, abszolút jogos. Ne küldjétek, tegnap kisorsoltuk, ugye megvolt az a nyertesünk, aki SMS-ben jutott be, tehát itt a hajón ugye a 4 vidéki nyertes, az SMS-ezős már itt volt, és most ugye kiderült, hogy ki a 6. nyertesünk, nem kell többet küldeni, mert megvakulunk a Suzuki szótól a SMS falon. És ebben a pillanatban, amire senki nem számított a gazdasági adatok alapján, elmegyünk Európa mellett. Igen. Micsoda meglepetés, ez Matolcsiéknak. Egy gyönyörű, szép, régi kis állóhajó mellett, Jézusom, remélem, hogy ott mondtam. Így van. Szép. Azt hiszem, az Európa állóhajó, remélem, nem mondtam hülyeséget. Megy még ő egyébként, de rengeteg ilyen. Az Európa hajó? Igen, hát Kassa Tibi, tudod, hány céges bulit nyomottok? Hány félplébeket én ezen nyomtam, miközben fordult egyet. Komolyan, akkor nem állóhajó. Egyik legkomolyabb rendezvény a jó. Na, közben Feri csak egy röpke hangulati jelentés erejéig felment, hogy... Milyen sokan vannak itt, gyereke! Azt a mindenét! Hát figyelj, tele van a fő, mert én az előbb is fönt voltam, és akkor még mindenki lent állt nálunk, de most, hogy itt már napsütés van és jó idő, összebújt párok, van, akik már nem bújnak össze, unják egymást, de nem baj, az is jó. Ki az a páros, aki minden egyes állomáson ott volt? Ti vagytok azok, szevasztok! Hogy sikerült a budapesti érkezés? Szia, köszönjük, nagyon jó! Ugye ti voltatok azok, akik végigjöttetek velünk, tehát igen. Győr, Eger, minden meg volt. Igen, pont találkoztunk vele tegnap az autópályán. Igen, dudáltatok és kiint. Kicsit vártam a félmestelen felsőt a barátnőtől, de hát mindegy, így alakult. Igen, hát... De... Na milyen a hajózás? Nagyon jó, nagyon jó, nagyon szeretem. Nem is akartatok lejönni? Jó itt fönn.
Jobban jártunk én. Igen, úgy, Tibi lent van, tehát így megértem. Figyelj, de azért... Mindent látunk, mindent hallunk, tökéletes. De azért az elképesztő, hogy 5 állomáson keresztül jöttetek tegnap, ti már ott voltatok úgy Egerben, hogy reggel és estig, vagy ma hajnalban jöttetek vissza Egerből? Hát, nem. Tegnap kicsit megcsúsztunk reggel, ilyen 5:30 körül érkeztünk Egerbe. Egyébként Ózról jöttünk, 50 km körülbelül. De most Tesomnál voltunk Pesten, 4 óra után keltünk. 4:30 jöttünk a villamosra, 5 óra óta álltunk ott. Figyelj, mi el vagyunk képedve mindig a hallgatóink lojalitásán és szeretetén, de azért olyan, tényleg ritkán történik, és ritkán hallunk olyat, hogy valaki 5 állomáson keresztül jöjjön mindenhova, saját költségen utazzon, megvegye a vonatjegyet, másnál aludjon, szóval le a kalappal, nagyon drágák vagytok, köszönjük. Fantasztikusok vagytok. Köszönjük. Tényleg nagyon helyesek vagytok. Van-e romantikázó pár pönt? Pönt egy romantikázó pár, Feri esetleg? Na, gyakorlatilag pont rátok gondoltam az előbb, amikor mondtam, hogy van, akik már picit távolabb ülnek egymástól, mert ott középen nagyon aranyosan összebújva, mondjuk a lány szegény már megfagyott a csapatból, az összes pokrocot magára terítette. Ti ennél a mondatnál bújtatok össze. Tehát, hogy volt egy ilyen nagyon szolid ellenállás a hölgy részéről, még ő kifelé dőlt a hapsitól, de most végre, mióta vagytok együtt, hogy unjátok egymást? Hát most már 4 éve. Ja, akkor még nem, hát az pont jó. Épp most volt a lánykérés is. Gratulálok, itt a hajón? Nem. Amatőr. Hát igen. Rómában történt a lánykérés a Trevik útnál. Na jó, akkor az egyet. Hát ennél a hajónál kevés jobb hely van, de a római Trevik út. És mi volt? Valahova elrejtette a kolléga a gyűrűt, valami kis fagyike hely, vagy nem tudom, valami? Az a zsebébe rejtette a gyűrűt, úgyhogy nem vettem észre, nem is tudtam róla, hogy lánykérés lesz. Egyszer csak elmentünk a Trevik úthoz, hátrafordultam, és már ott térdelt. Ne, mindenki előtt. Ilyen romantikus típus vagyok. Éneklés volt? Nem. Köszönöm szépen, attól megvédtem Rómát. Jó, és igen mondtál legalább? Igen mondtam. Mikor lesz a lagzi? Jövő júliusban tartjuk a lagzit. Addig még sok minden történhet. Persze, addig még el is válhattam. Még annyit hagyd mondjak, hogy igen? Az én kis vőlegényem éppen ma 30 éves. Isten éltesse sokáig. Ilyen fiatalon ilyen hülyeséget csinálják. Úgyhogy Isten éltesse sokáig. De egyébként ez azért nagyon jó, mert köszön. Két legyet ütsz egy csapásra. Egyrészt hajózol, kettő megvan az ajándék, viszonylag olcsón. Tehát, hogy ez jó konstrukció, hogy azt mondt, kicsim, elviszlek hajózni. Ráadásul ott lesznek a Balázsék is. Szóval, hogy ez olyan nagyon jó. Én intéztem. Na, ugye, hova hoztalak? Ennél szebb ajándékot azért. Így van. Köszönöm szépen. Mióta vagytok együtt? Mit mondtatok? 4 éve. 4 éve. És nagy lagzi lesz, vagy ilyen kis fős, kis család? Egy ilyen 180 fős. Ne csináld ez már. A szűk család és szűk barát. Jó, hát mondjuk új kígyóson ezért el se indulunk, 180 ja. Főért, tudod, ott 300-tól működik a lagzi, de nagyon jó lesz. 180 fő, klasszik mennyasszony. Igen, ezt akartam is mondani, hogy ez egy ilyen hagyományos vidéki lagzi lett volna, hogyha az én kis falumba tartjuk, én Vésztői vagyok egyébként, Békés megyei, de hát a páromnak nagyobb a család és a baráti kör, úgyhogy itt lesz. A 180 fő, ez egy kisebb afrikai falu, nem? Jó, viszont akkor jövedelmező a dolog, mert azért egy ilyen esküvő mennyiségnél 170 fő a mennyasszony tánzó vissza is jött, nem? Így van. Legyünk őszinték, ez kicsit erről szól. Kicsit erről szól, legyünk nagyon őszinték. Picit ilyen. Még 20 embert meghívunk, és akkor még egyszer megyünk Rómába. Figyelj, én láttam olyat esküvőn, hogy valaki körbe küldte a listáját, hogy mit szeretne, és akkor arról te a nem lehúzott adatokat még be tudtad jelölni, hogy te veszed a robotgépet, te veszed a mosogatógépet, ő veszi a hajvasalót, és az esküvői pár összeállított egy listát, hogy mit szeretne, és minden rokon lehúzott egyet, amit ő megvesz. Ezért nem kapsz 2 étkészletet, meg 3 mosogatógépet, nagyon sok mindened lesz, és nincs félreértés, tudják, hogy mi, te veszed meg, és oda viszed. És az első az tíz utánszó. Nem tudom, hogy praktikus-e vagy lélekromboló, minden esetre nagyon praktikusnak tűnt. És a pénzfát láttál már? Az hogy néz ki? Az úgy néz ki, hogy a mennyasszonytánc helyett van, hogy van egy fa, kapsz egy ilyen kis bugykos, mindenki kap egy ilyen kis bugykost, abba belegyűri a pénzt, és felakasztja a pénzfára. Tehát, és akkor végén ott van egy fa, ami roskodozik az ilyen pénzes bugykosoktól. Tibi már lakodalmat is válasz. Én meg már láttam olyat is esküvőn, hogy a bőfia az örömapát is megcsinálta. Na gyerekek, csak mondom, hogy közben kikötöttünk. Igen? 2 embert mindenképpen engedjünk föl, mert ők stábtagok, jó? Tehát, hogyha valaki azt mondja, hogy Morning Show stábtag vagyok, nem hazudik, ő a mi Lacink. Engedjük beszállni. Juli pedig elindult, mert azt hitte, itt hagytuk, most fut vissza. Tehát gyerekek, az a kanosszajárás, amit Juli csinál, komolyan mondom, tehát elkésik, visszajön, elmegy, újra hallja, hogy jövünk, újra felszáll a hajóra, visszarohan, elrohan. Itt vagyunk egyébként a bacsin. Polgár Peti, gyerekek! Itt van Peti is, gyorsan! De mi? Zárjátok az ajtót! Lökjétek el a bolygóra! Zárjátok az ajtót!
reteszeket becsukni, vízzáró reteszeket elindítani, kössünk és menjünk el, Jézusom, itt a Peti is. Na jó van. Oké, fél 9 volt, 1 perccel, itt a csajok megszervezik akkor a motorcsónakázást. Jó. Nagyon-nagyon szépen köszönjünk a Viking Yacht Clubnak, akik biztosították nekünk ezt a lehetőséget és is. Nagyon szívesen, gyerekek. És Polgár Peti rögtön jelezte, hogy akkor ő menne is hajózni. Tehát, hogy ő... Igen. Jó, úgyhogy tudtok majd egyet hajózni, mi pedig jövünk vissza a hírek után. A Batthyány téren áldogálunk jelen pillanatban, 9 óra után pedig sorsolunk. Kilenc lesz pontosan egy perc múlva. Gyerekek, valahol itt vannak a többiek is a hajón. Jönnek, mindenki szana szét. Áldogálunk a Batthyány téren, és közben Peti is megérkezett, Tibi is itt van, szóval Gyuli is befutott, Anna is itt van, teljes tábor felvonultunk igazából. Mert drága pákunk valahol éppen úton van Romániában, ő azért Isten, nem tudott. Hogy hiányzik, mi? Pákó, te az okos fiú. Igen. Na, amikor már meghallottam, hogy ott van a Peti, és reménykedtem, hogy leadjátok a zenét. Nagyon Réka küldte nekünk, köszönjük szépen. Megugrott a hakni fölkérés, Peti? Abszolút, tehát a szponzorkocsit saját magam szponzoráltam. Nincs mit, tehát hogy szívesen, hogy játsszuk a dalt, szeretjük, ugye? A Janit keresed? Együtt pisiltünk, már ha ez információ, és őt utána elkapták, ott a hallgatók, adjátok vissza! Janit! Gyere! Jön csak lassan. Nagyon gyorsan addig egy-két SMS. Azt mondja, hogy gyerekek, ez túl szomorú. Nem tudom, beolvasni. Tessék? Ne is olvasd. Ő nagyon szomorú, hogy nem tudott itt lenni, igen. Ha felvesztitek Kis Grófot, akkor az ő dalát is le fogjátok játszani? Kérdezi egy másik. Hát? Illetve őt egy SMS nagyon szeretem. Bocs, nem nektek címeztem, véletlen volt. Még nem mertem megnézni, hogy mit írt valójában. Na. Picit megcsúsztam, bocsánat, megúsztáltam a Mizu által felajánlott 3 óriás túrorudit, amit egyébként fel fognak szeletelni. Nagyon szépen köszönjük. Laktózmentes óriás túrorudik. És ki fogjuk? Hát, és a Rudi? A Rudi, hogy hatalmasabb, borzalmasan nagyok, és szeletekre fogják vágni, és akkor mindenki kap belőle a hajon lévők közül. Jó? Tehát köszönjük szépen nekik ezt is. Nagyon, nagyon drágán, köszönjük szépen. Na, csak hogy visszakössünk gyorsan egy pillanatra a tegnapi adásra, annyi időnk talán még van. Mondhatni tulajdonképpen, hogy hát baromi büszkék lehetünk rátok, ugyanis tegnap újra egy emberként mozdult meg az egész ország. Beszéltünk ugye arról, hogy nagyon sok olyan leukémiás gyermek van, akiket egész egyszerűen szana szét kell szurkálni azért, mert nem találják a vénájukat, és hát ez egy szörnyű trauma a szülőknek, a gyerekeknek, és elkezdtünk gyűjteni 8 millió forintot, megpróbálni összegyűjteni, hogy tudjunk véna szkennereket venni, ugye aki esetleg nem hallotta a tegnapi adást, nagyon megható beszélgetésünk volt, és ugye Isán elmondta, hogy tulajdonképpen azért kell a vénaszkenner, hogy a beteg gyerekeknél ezt megtalálják, és meg tudják szúrni úgy a vénájukat, hogy ne kelljen akár 8-10-szer megszúrni őket. Szeretnénk a vénaszkennerekre gyűjteni, fönt a Facebookon, a morningshow.eu minden elérhetőséget eladtunk, megadtunk, és hát rengetegen ajánlottak fel. Hétfőn tudjuk majd mondani egyébként, hogy egészen pontosan hogy áll a gyűjtés. De nagyon sokan bejelentkeztek, és egy egészen elképesztő történettel is jelentkezett valaki, mert hogy rögtön adásba tesszük egyébként, és elmondja, hogy ők az a cég, akik a stadion, a Fradi stadionnak a Vena szkennerének a beléptető rendszerét csinálták, és hát elképesztő módon egyébként teljesen indokolatlanul nyilván mégis hihetetlen áradat ment tegnap feléjük, hogy hogy van az, hogy ők ezt megcsinálták, de közben egyébként meg máshol meg nem jut vénaszkenner. Mondom úgy, hogy egyébként az ő védelmükben, hogy nyilván erről ők nem tehetnek. Hát nem ő találta, persze, ki ő megvalósított valami. Fura párhuzam ez a két sztori közön. Igen, viszont jelentkeztek, és szeretnének valamit elmondani. Úgyhogy adásba tudjuk őket tenni, és... Hát és akkor Jani csak hívja, itt az Anna velünk. Itt van az Anna, igen. Tehát, hogy... most Szabin van. Igen. Reméljük egyébként, hogy meg lesz a 8 millió forint. Az első 10 percben már több 100 000 forint érkezett. Egy óra elteltével átléptük az 1 milliós adományösszeget. Van, aki készpénzt ajánlott, nagyon sokan... tulajdonképpen nem utaltak, csak fölajánlották, de reméljük, hogy ők is elutalják. Nagyon helyesek voltak. És ha minden igaz, akkor itt van a vonalban Péter,
Hello Péter, jó reggelt! Szép jó reggelt kívánok! Is. Hello jó Péter, Györgyák Péter, hello! Csak egy rövid kis szösszenet erejéig, ugye ti csináljátok a Fradi Stadion Vénusz kenderét, és azt gondolom indokolatlanul, de rengetegen megtaláltak benneteket? Igen, tehát mi fejlesztettük ki ezt a rendszert, ami a Fradi Stadionnál van, és tegnap irodában ültem békésen, és körülbelül egy percen belül 20 SMS-t kaptam, hogy a Klassz FM Vénusz kennerre gyűjt. Most én nem értettem, hogy a Klassz FM miért gyűjt biztonságtechnikai rendszerre. Hát igen, mert hogy ti egy biztonságtechnikai cég igen. vagytok tulajdonképpen. Mert ott vagyunk szembe, és megirigyeltük a Fradiot. Hogy van ott is, akkor legyen nekünk is. Ha visszaemlékszel, Jani, akkor te voltál az, aki az életem első TV-en interjújával belerohant. Igen, 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 láttuk, hogy ott forgat talán a Mokka, és átrohant a Jani a Mokka kamerája előtt. Teljesen beteg volt, igen. Igen. Te meg közben nyilatkoztál. Igen, az én voltam. Szóval, és akkor belehallgattam a műsorba, mert rendszeres hallgatótok vagyok, de éppen nem hallottam, és akkor hallottam, miről is van szó, és majd pontosan tudom, hogy a technológia valóban alkalmas erre, ezért gyorsan egy viszontaladónkkal közösen, a Szalmoni az ISR ZRT-vel közösen, azt mondtuk, hogy akkor egy gépet megszponzorálunk, és az alapítvánnyal rajtatok keresztül már fel is vettük a kapcsolatot. Nagy, de drágák vagytok, köszönjük szépen, tehát köszönjük. Akkor már egyel beljebb vagyunk. Egy megvan, aminek az értéke ugye nagyjából 1.700.000 forint, durván 2 millió, és akkor egy gép már tulajdonképpen meg is van. Igen, én azért mondtam, hogy hát nyilván oktalanul bántottak benneteket, mert hogy ti közben nem gyártotok orvostechnikai eszközöket, hanem biztonságtechnikai cég vagytok, de ez a felajánlás azért egy baromi helyes dolog tőletek, és hát nagyon szépen köszönjük mindenki nevében. Ha úgy veszük, akkor vénaszkennerre gyűjtünk vénaszkennerre. Igen. Oké, okay, Péter, csak azért tettünk adásra, hogy egyrészt kicsit tényleg megvédjünk benneteket a talán igazságtalan támadások előket, hogy azért ezt el tud mondani, hogy mennyire helyesek vagytok, és milyen nagy lelkű gesztus gyakoroltatok. Úgyhogy köszönjük szépen, benneteket már össze is kötöttünk az alapítvánnyal, úgyhogy ezt is hozzá csapjuk majd akkor a végösszeghez, vagy ha számszerűsítjük összegileg, vagy ha elmondjuk, hogy hány darab vénaszkenner gyűlt össze, akkor nyilván plusz egyet még hozzáteszünk. Jó, Péter, nagyon-nagyon szépen köszönjük, nagyon hálásak vagyunk. Jó fejek vagytok, köszönjük. Köszönjük szépen. Köszönöm. És jó, ha mikor. Erről is lesz TV interjú, szóljál, mert Jani meg rohanni. Persze, megyek keresztül kasult. Ahol te felbukadsz, rám számíthatok, bármikor megtrollkodom az interjúidat. Gyönyörű volt János látni a Mokkába, hogy átszaladt. Igen. Péter, köszi még egyszer, nagyon helyesek vagytok. Köszönjük szépen. Ciao, hello. Azt tényleg egyébként fontos kihangsúlyozni, hogy itt ebben az esetben ugye nem csak a daganatos megbetegedésben szenvedő gyerekeknek segítetek ezzel a vénaszkennerre, illetve a vénaszkennerre való adományozását, hanem minden beteg gyereknek, akiknél szükség van vérvételre. És ez egy hatalmas trauma egy beteg gyerek számára, amúgy is izgul, beteg, rosszul érzi magát, ki van zökkenve, stresszes, stb. Nagyon-nagyon rossz nekik, hogy egyszer, kétszer, háromszor, vagy adott esetben mondjuk naponta 8-szor is meg kell őket szúrni. És talán sikertelenül. Így van, úgyhogy szeretnénk minden ilyen intézményben egy darab vénaszkenner összegyűjteni. Hétfőn tudjuk majd mondani az eredményt, hogy mennyi pénz jött össze, még vannak ilyen utalások folyamatban, amik még nem érkeztek meg, de megérkeznek, úgyhogy hétfőn tudunk majd összeget mondani. És azt is hangsúlyozunk ugye, hogy gyakorlatilag nincs olyan, hogy kevés. Tehát, hogyha valaki 100 forintot ad, akkor azt is ugyanolyan hálásan fogadjuk. És a Facebook oldalon rajta van ugye az összes olyan információ, pontosan. Ami ehhez kell. Hamarosan megosztjuk ott is, ahol már mindjárt 100 000-en vagyunk. Sebestyén Balázs még ebből is. Neked adják a tippeket, hogy győzd meg a kasszát. Júj, Tibi, mibe kerülne, ha föltennénk hozzád a Balást? Mondj egy összeget. Vagy nem tudom. Igazán, én nagyon-nagyon örömmel látnám a Balást a Facebook közösségen, ahogy a sütiket fotóz, szelfizik a naplementében, ahogy ilyen koejókat rakja, amikor éppen soha. Nincsen más. Másnak a poénjait átalakítgatja, rárakja a vízjelét, ahogy én csináltam. Ezt akartam mondani, igen. Balázs vízjellel. Tehát, én imádni fogom, hogy kényszeresen élőzik. Jacuzziban, a jacuzzi mellett, a jacuzzi mögött, a jacuzzi előtt. Csak mondom, hogy 250-nek kell meglennie, egyelőre 100-an vagyunk. Jó, én teszek ebbe egy picike mellót, jó? Tehát, hogy azért, hogy nem. Köszönjük szépen, Tibi. Köszönjük, Tibi. 500 000. De akkor tényleg szeretném látni azt, hogy minden egyes kaja, amit nem fotózol és posztolsz, az nem is úgy esik. Tehát onnantól, hogy kijön a kaja, bűntudatod van, hogyha beleharaptál, mielőtt lefotóztad. Abban a teljesen nagy nyugodt lelkiállapotban vágtam bele, hogy nem lehet ezt megcsinálni egyébként 2 hónap alatt. Tegnap ott tartottunk, nem tudom alatt, de hogy a Feri fizetett hirdetést vett az oldalon. Most kezdem, most mától megy. Csak hogy én amennyit hallgattam, hogy veszem a lájkokat, innentől kezdve a
Felső Balázs a befizetős Facebook oldalával elmehet. De más, az én fizetem. Nem, a Feri a saját oldalán promotálja majd valahol. Na, ki a hülye? A Rákóczi Feri vásárol Sebessé Balázsnak lájkokat. Nekem ez fontos, hogy meglegyen a 250. Erőlködhetek, látom, hogy megyünk fölfelé. Nem kell nagyon félnem. Ha nem lesz meg a 249, ami akkor is dili, tehát akkor is jó, akkor azt mondom, hogy ha én ma összeszedek neked még 50, nem, most jó, innen lemegyek, és egy légy szívesre összejön 50 ezer új követő, akkor az a kérdésem. Nem, csak egy elbetűre, csak nem is kell átjönni. Légy szívesre összehozok egy 50 ezer új követőt, akkor az a kérdésem, hogy egy tükörből egy reggeli csücsörítő selfie a fürdőszobában. Oké, ha hétfőre összeszedsz 50 ezeret, akkor megcsinálom neked. Úriember biztosban nem fogad, de amennyiben nem lesz országos áramszünet, meg lesz. Egy jó csücsörítés. Most vagyunk 98 ezeren, ha a hétfő menjen kell, hogy legyünk 98 ezeren. 150 ezer. Hát, legyen 140. Megcsinálom a csücsörítőset neked. Jó, nem a szállal. De várj, elmenjünk a téten. De félmeztelen, beolajozott felsőtest. Nem, azzal az a baj, hogy másnap borscímlapon vagyok. Hát honnan tudod, én nem a borsát akartam megszponzoráltatni. Ha ezt megcsinálod, kapsz egy csücsörítőset. Jó, most rajta van a teher. Rámegyek. Amennyi téged követnek, tényleg egy elbetű, és megvagyunk. Régi nagy vágyam volt egy csücsörítős fotó, bármit megteszek érte tőled. Ha ez meg lesz, hétfőre megvan a 140, akkor megkapod. Effektíve sansz. 150? Nem, 140-ben maradtunk igazából. 150 ezer legyen már. Plusz ez apró. Nem lesz meg. Jó. Van még egy... Légy szíves, drága követőim. Van megköpött téged, hogy nem lesz meg. Csak jeleztem, hogy jó, azért ennyire már vagyok. Akkor legyen, hogyha megvan 140-ér a csücsörítő, 150-ér leborotválod a melkasod, és borotva habban ráírod egy nagy tébetűt egy ilyen szívnek a közepébe. Igen, persze, és te továltasd a homlokod, hogy ész. Jó, álom a borotva habos a 150-nél. Jó. Oké? Kezdem. Na, még egy fontos, csak egy pillanatra még visszatérve a gyűjtésre, aztán már is kihajózzunk, hogy egyébként most jött az információ, hogy felajánlott még egy cég, ők nem gyártanak egyébként, illetve de pontosabban, hogy ők is forgalmaznak orvosi vénaszkennert, így van, és ők is adnak egy-egy gyerekek. Oh. Remélem, hogy romlom a Greiner Bio One Hungary Kft. Nagyon ebben jó. A pillanatban kaporom az infót, hogy ők is felajánlottak egy darab orvosi vénaszkennert, tehát ott tartunk, hogy kettő darab már van. Igen. Csodálatosak vagytok. Imádjuk, szeretjük őket is, nagyon szépen köszönjük, puszi, nekik is tényleg nagyon helyesek. Így állunk, hétfőn mondjuk a folytatást, jó? Oké, na, aki még nem jelentkezett helytember, elmehet motorcsónakozni, mi pedig aztán lassan kihajózunk, és 9 óra után pedig sorsolunk, mert hogy valakit még szeretnénk boldogát tenni egy darab Suzuki-val, egy gyönyörű S-Cross-szal, egy kanyonbarnával, ami egyébként itt utazik velünk a hajón, mert hogy feltettük a hajóra. Úgyhogy menjetek motorcsónakozni, ha összeszedték a hostess lányok, kik azok, akik tudnak menni, utána pedig megyünk mi is, indulunk. Jó, persze, a 9 óra, itt vagyunk mindjárt. Folytatódik Magyarország első és egyetlen morning show-ja. Szefem Morning Show nagy őszi roadshow 2016. Élőben Budapestről, a Dunáról. A mikrofonnál Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Kivettek a legjobban. Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. 9 óra után vagyunk, 9 perce, jó reggelt kívánunk, itt vagyunk. El is indulunk mindjárt, drága Morning Show hallgatók, akik itt vagytok a hajón, a Batthyány téren, pillanatokon belül indulunk. Volt egy kis egyeztetés, de elindulunk, és akkor még egyet tudunk, egy utolsó nagyot hajózni. Közben egyébként csak mondom, hogy akik nem fértek fel a hajóra, mert hogy még mindig vannak néhányan, bár nagyon sokan közben leszálltak, felszálltak, de nagyon szolidárisak a hallgatóink. Nagyon köszönjük tényleg. Nem, ők éppen most egyébként a parlamentet nézik a Viking kis motorcsónakjával, és még megígértük azoknak, akik itt voltak, és még mindig esetleg ott vannak fönt a kikötőnél, a hajóállomáson, hogy őket 8-asával, fájdalomdíjként, egy kisebb motorcsónakkal még meghajóztatjuk azért, hogy ha már ide nem fértek fel, akkor legalább el tudjanak menni. A zöld kulcs is rásznak mondanám kint a parton, hogyha most a nagy csókolózás közben gyereket csináltok, akkor hívjátok Tibinek. Népszerű néve. Igen, és ne lépjél hátra, mert mindjárt beesik. Igen, ha lány lesz, hívjátok Tibóna. Igen. Szóval, hogy viszünk meneteket még motorcsónakozni, jó? Tudjuk, hogy kint is hallgatok bennünket applikáción, telefonon keresztül, eljut hozzátok, ez a fájdalom díj, hogy 8-asával, illetve pontosabban 8 személyes a csónak, tehát 7-esével plusz ugye kapitány, el tudtok menni, és akkor még motorcsónakozhattok egyet, ami legalább akkora élmény, mint itt a Dunán. De a Viking jachtklub ennél sokkal nagyobb hajója is van szerintem. Okay. Ez is megvolt. Igen. El tudunk indulni? Lassan? Mi a helyzet a kapitányunkkal? Kapitány, nagy duda, nagy gáz, menjünk! Spórolunk a gázolajjal? Mi történik? Hosszú ideje állunk? Jéghegy előttünk! Igen, tehát konkrétan fél órája. Nem, mögöttünk.
Belerúg. Ja, értem én, aha, tehát itt mellettünk egyébként éppen elsuhan. Valami kisebb hajó. Igen, hajó vonták, találkozás a tilos, jobbról elmegy egy ilyen baromi nagy hajó, és akkor utána szerintem elindulunk. A hajózásról lemaradt egyébként motorcsónakkal közlekedő hallgatóink közben a Margit híd alatt fordulnak át éppen egy brutális balkanyarral. Jönnek visszafelé. A Margit híd alatt? A Margit híd alatt ott jönnek vissza egy kis motorcsónakkal, úgyhogy szerintem mindenki megkapja az imet. Ott hagytad a kombinétodat? Úristen, a Margit híd alatt, igen. Ott hagytad a kombinétodat. A kombinétomat, így van. Na, egy-két gyors közlekedési hír, aztán pedig sorsolunk, mert ugye igazából van hat nagyon-nagyon szerencsés hallgatónk, aki ma itt lehet velünk a hajón, ők voltak ugye helyszíni nyerteseink, adásból is választottunk, többen kérdezitek, hogy mi újság az SMS-t küldőkkel, ezt mi már tegnap eldöntöttük. Pontosan annak az az oka, ezt is néhányan kérdezitek, hogy miért nem ma, mert kell egy nap, ha mondjuk Paksi, Bajai, Pécsi vagy Szombathelyi, hogy megérkezzen és ma itt lehessen velünk, ha ma 8-órakor kihúzunk valakit, és nem budapesti, akkor nyilván esélytelen, hogy itt legyen, ezért az az oka annak, hogy tegnap húztunk, és nem ma az SMS beküldők közül. A nevek publikusak, Balázs? Publikusak voltak a nevek már, hogy kik lesznek? Itt van, már ők már itt is vannak, de megérkeztek Bajáról, Kaposváról, hogy nem csak azért mondom, mert hogyha a Sebestyén Vezeték nevű fog nyerni, akkor jó napja lesz a bulvárnak. Ezt képzeld el, hogy Sopronban sikerült kihúznunk egy Sebestyén Vezeték nevű. Nyilván a mi habitusunk az, hogy erre erősen rá is játszottunk. Hogy szia tesó, de olyan régen voltál családi rendezvényen, gyere öcsi. Igen, az egy érdekes húzás volt. Imádni fogom a másnapi bulvár címlapokat, tehát hogyha hazajátszotta az autót Balázs. Igen, azért ahány vadon, ahány Rákóczi, ahány Sebestyén van az országban, nem mind rokon, hál' Isten. Úgyhogy megnyugodtunk, lenyomoztuk, nincs közös családfánk. Balázs Alex nevű öcsét éveken keresztül így próbálta meg a család eltitkolni, mert egy félrelépésből származott, de most már nem tudta letagadni, és igazdíjként gondolta, hogy bekavarja valahogy a játék. Igen. Na, gyorsan egy-két közlekedési hír. M35-es 7-es kilométer trafi Debi felé. Darusati, köszönjük neked, hogy ezt elküldted, nagyon drága vagy. Feleségem nem hajlandó Bali Facebook oldalát lájkolni, de én tudok ezen változtatni, tudván a jelszavát, amennyiben én leszek a naphallgatója. M386-os kilométer trafi Pest felé Darusati, köszi. M6-os Pécs felé trafi a 120-as kilométernél Budapest-Debrecen-Hajdúszobát között és utcár, ami a személyautó ütközött. Üdv, impressz. Na, mi pedig úgy látom elindultunk, és megyünk újra a Lánchíd irányával, tehát balról Parlament, jobbról pedig Batthyány tér. Ugye ez az irány, mármint nekünk, és csurgunk lefelé a Lánchíd felé, úgyhogy aki akar, az meg tudja nézni a hajót. Na, sorsolunk akkor? Szerintem adjuk át az autót. Adjuk át az autót, ne várjunk tovább, ehhez viszont oda kell mennünk a helyszínre. Hát azért ez innen nagyon szép, ez a napfelkelte. Gyönyörű. Itt déltájban. Igen, itt déltájban gyönyörű. Pár rólás késése. Na, hát... Hát itt van ez a gyönyörű. Azt a mindenit, de jól néz ki. Azért, hogy nekünk így a rádión belül egyébként milyen profi, elhivatott és elképesztő stábunk van, gyerekek, az nem semmi, mert hogy a hajót hosszas, illetve az autót tegnap hosszas munkával és két-két centivel a két tükör mellett egyébként leegyensúlyozták, levitték a hajóra, tehát úgy tudunk átadni egyébként egy autót itt a hajón, hogy itt támaszkodunk. Nekem azt mondták, hogy a budai alsó raporton szétszették és itt rakták össze. Befért, itt van ez a gyönyörű kis S-Cross, és hát ez még mindig kanyombarna, azt látom. Semmi nem változott. Még a hajó se. De ez nem az, amivel én jártam. Nem. Merjük átadni senkinek. Az már bontóban. Súlyan meg van húzva bal oldalon. Annak ilyen az alapjárata. Kicsi beszédhibás az autó. Igen, és hogyha felemelik az autónak a motorháztetét, akkor rostios szagot lehet érezni. Azt mondta a kedves hölgy, aki átadta, hogy használjam nyugodtan. Nem ismer. Nem ismer igazából. Na, hol vannak a játékosaink? Akkor valahogy így egyformába álljatok föl. Itt van mindenki. Ó, nagy az izgalom. Nagy az izgalom. Látom mindenkinek is. Névjegye van. Na, egy emberrel nem találkoztunk ugye személyesen, mert itt vannak a városi nyertesek, és egy emberrel személyesen nem találkoztunk, ő Katalin, az SMS nyertes. Szia! Hello! Téged tegnap adás végén ugye Egerben sorsoltunk. Igen, és ígértetek egy bögrét. Hát ezt ez nem hiszem el, gyerekek. De nem az autóért aggódik, hanem a bögre. Figyelj, azt tegnap is nem érdekeltem már a kocsi. Nem hitted el, tegnap háromszor megkérdezte, úgy indított. Nem baj, ha nem énjenem az autót, de lesz bögré. Tehát bögre fetisiszta. Konkrétan az ország bögre fetisiszta egyébként. Igen. Kata, de onnan érkeztél? Tudom, hogy tegnap kérdeztük, csak nagyon sok adat van. Csornáról. És akkor...
tegnap este, vagy ma reggel, hogy sikerült megérkezned hát hozzánk? Tegnap este, mint cirka 10 óra után azért megérkeztünk. Csornáról, de 10 óra, nagyon elkerültünk. Akkor valami, igen, hogy tandembringával, vagy hogy? 10 órás út volt itt Epesen? Nem, 10 órára jöttünk fel, mire sikerült szállást kapnunk, mert minden teltházas. Igen, de megoldódott a dolog. Igen. Jól van, örülök. Oké. Na, figyeljetek, mondjuk, hogy mi lesz, jó? Hogy mi történik tulajdonképpen. Kapni fogtok borítékokat. És ezekben a borítékokban hagyd nézzek bele. Tulajdonképpen, ha minden igaz, ugye számok vannak. Ugye? Igen, ugye? Akkor visszaadom. Csak hogy jól emlékszem. Számok vannak, és nem adjuk oda azért a kezetekbe a sluszkulcsot, mert véletlenül valaki rányom és becsipog az autó. Hanem húztok majd egy borítékot, abban van egy szám, és amikor ti következtek, akkor a számnak megfelelő kulcsot kapjátok majd meg. Tehát már nem mindegy, hogy ki mit húz, nyilván az egyik kulcs pedig nyitja. Amikor Évához érkezünk, vagy Alexhez, akkor az ő borítékában található számhoz hasonló számmal ellátott kulcsot megkapja, és megnézzük, hogy nyitja-e az autó. És amiatt ne szomorodjatok el, hogy Balázs épp a farzsebével most karistolja az autót, tehát hogy majd azt megcsinálja. Ja, bocsánat, a rádió a saját költségeim, majd szipolja ezt. Újra fényezzük az egészet. Visszapolírozom. Köszönjük, János. Éva nyert tegnap Egerben, és akkor egy csecsemővel együtt voltál, azt mondtad, hogy lepasszolod a gyermeket. Most ehhez képest ott van a főnöknél. Sikert senki nem vállalta? Nem, az az igazság, hogy úgy gondoltam, hogy ő volt tegnap a kabalám. Úgyhogy úgy gondoltuk, hogy legyen együtt a család, és hozzon megint szerencsétnek. Nem lesz cicizés, ha nem nyer anya. Vigyázzál, életem. De még mindig a gyerekkel beszélsz? Nézd azt a döbbenetet a gyerek arcán, hogy nézi a Ferét? Nem látott még. Mi ilyet, már nézd? Tegnap összebarisztunk. De, ez meg mi lehet? De, pont. Nem, de valami oknál fogva szeretem. Nem, az a gyereknek beugrott a Feri a gyűrűk urából. Igen. Na jól van, oké. Okay. Drága hallgatók, hát nyilván az autó mindig jó helyre megy, úgyhogy legyetek ügyesek, húzzatok borítékot. Ha valaki úgy érzi, hogy valakivel esetleg cserélne, vagy nem szereti ezt a számot, vagy bevállalja, hogy esetleg cserél, az is lehet, mert lehet, hogy odaadja a rossz számot, viszont elcseréli és megkapja a jót. Vagy éppen odaadja a jót. Ezzel rajtatok múlik, itt vannak a borítékok, úgyhogy gyorsan húzza mindenki egy borítékot. Na hát akkor kezdjük hétfőnél Sopronnál, ugye a rokonod. Így van, gyorsan húzza egy borítékot. Gyerünk, öcsi gyerünk, Kaposvár, Henriett, gyere. Húzzatok most még borítékon. Lehet válogatni. Baja, Viola. Viola imádkozik, ahogy látod. Viola nagyon helyesen imádkozik. De szépet húztál. Eger Éva, mit mond a gyerek? Egyes? Jól van. Az SMS nyertesünk Márta következő, Katalin, így van, és akkor utána pedig Izabella, akit ma Izácska, bocsánat életem, akit ugye ma csókolt homlokon a szerencse itt a hajón. Hát okay. Akkor mindenhol kint van a boríték. Na megvannak akkor tulajdonképpen a számok, tehát minden borítékon ugye van egy darab szám. Érkeznek a sluszkulcsok, de mondom, hogy sorsolási bizottságunk elnöke, a közjegyző mindent rendben talált-e. Igen, az előkészületek során minden rendben volt. Sok sikert a játék. Jó, de jó! Nagyon sokat dolgozom, de szerintem a újjászületek én közjegyző akarok lenni. Te ennyi. Elmondta is 50 plusz áfa. Óriási. Gyerekek, óriási meló. Komolyan mondom, zseniális. Plusz egy bőgre. Azt mondja, hogy alálőttél az 50-nel. Komolyan mondom, a közjegyzőknek a legjobb. Tényleg, óriási meló. Na, szóval, figyeljetek ide. Akkor azt mondja, hogy mutassátok a számot. Majd én mondom, hogy kikapjon kulcsot, jó? Te nagyon imádkoztál. Rettenetesen imádkoztál. Kihez fohászkodtál? Senkihez, csak úgy imádkoztam magamban. Csak úgy. Húzzak számot, jót húzzak? Igen. Oké, na jól van. Nézzük akkor mondjuk Izácskának a számát, nézzük meg, jó? Négyes számod van, Izácska, ami azt jelenti, hogy megkapod a négyes kulcsot. Izácska, te Szentendéről érkeztél hozzánk, ugye? Most már tényleg olyan, mint egy lottósorsolás. Izácska, te Szentendéről érkeztél hozzánk. Mivel foglalkozol? Baron? Lottósorsolás, mindig ez van, igen. Oké, na elmegyek erről nagyon szép autóról, és szerintem csak nyomni kellene belepróbálni, ugye? Csak nyomni. Izgulunk? Hát, egy picit. Mennyi a pulzusszám? Hú, mérjétek meg. Jó, egy jogos lenni. 400. Oké, na nézzük akkor, hogy nyitja az autó. Nagy nyomás. Villog, a kulcs tartó villog, kulcs. Vagy a kulcs? Nem nyitja. Azt a mindenségét neki. Nem nyitja. Gyerek.
De az milyen blama lesz, hogyha egyébként nyitotta volna, csak lemerült. Ennél kicsit jobban készültek vagyunk. Figyelj, Izácska, mondom neked, hogy egyébként azért nagyon sok vigaszdíjunk van. Van stilles akusgépünk, fűrészünk, lompfunk, sövénynyírunk, szegényírunk. Válasz egyet, aminek a család gyere, örülne. Cserébe, ha már nem sikerült egyébként autót nyerni. Segítséget kérhetek hozzá? Itt a párod. Jöjjön ide a párod, válasszon ő fájdalomdíjként. Te fogsz vele dolgozni, ez tisztán látszik, ugye ez mindig így van a családban. Mi a keresztneved? Norbi. Gyere Norbi, itt vannak a stil csúdás szerkezetei, akkumulátoros az összes, van kisfűrész, nagyfűrész, sövénynyíró, lombfúvó, melyikkel? Sövénynyíró. Na most várjál, mert Izácska ide hívta a párját, majd ő mutatott rá, hogy a sövénynyíró. Ez most van. Vagy Izácska. Igen. Én is otthon így mindig így érzem, mintha én döntenék, de igazából csak végrehajtok. Tehát tipikus családom előtt demokrácia, nálunk is ez van. A nő mindig a saját véleményét akarja hallani, csak mélyebb hangon. Oké. Jó, a válaszok. A ajándékcsomag természetesen is a Suzuki is ad még egy kis csomagot nektek, meg tiétek a sövénynyíró. Akar valaki valakivel cserélni egyébként? Senki nem akarja elcserélni a saját borítékát? Éva nagyon izgul. Én szerettem volna egy kettes, mert hogy a kicsinek, kicsi másodikán született. De bízom benne, inkább mégiscsak megtartom, hogy az első... Első gyerek? Egyes. Senki nem akar? Viola, Harriet, Alex, senki nem cserél? De Balázs, nem cserélünk. Nem cserélünk. Ez így jó, erre néztem rá először, úgyhogy szerintem ez lesz a nyerő. Mondd, mit ajánljak? Hát egy olyat, ajánlj föl, ez olyan cserét nem kínáltál, hogy a számot a sövénynyíróért. Ja, igen, és megmarad az autó. Pláne a lombfúvóért. Oké, okay. Jöjjön akkor a, most már nem mosom magamról az öcsém. Sebestyén Alex, akit egyébként tényleg így hívnak. Gyere Alex, hello. Hány a számot húztad? Az ötöst. Ötös számot húztad, azt a mindenségét. De... szerencse szám? Nem, megmondom őszintén, nem csak erre néztem rá először, és gondoltam, hogy ez lesz az igazi. Jó, kérlek jelens ki a közjegyző jelenlétében, hogy semmiféle rokoni kapcsolatban nem állunk. Nem, nincs, jó? Viszont én nem tudom, 5 millióért bárkivel elcserélem a számomat, úgyhogy... Kevés embernél van itt most 5 millió kezd szerint. Nálad is a Tibi 3 és 3 kezdet. Az Tibi egész véletlenül pont van nálam. Oké, okay. Na figyelj Alex, hát akkor vedd el a borítékothoz tartozó 5-ös, nyilván értelemszerűen 5-ös számú slusz kulcsot. Igen. Jó, és akkor vegyél egy nagy levegőt, mormolj el egy halkimát, aki ezt szereti. Én arrébb megyek, mert mindig ezen a gyönyörű autón támaszkodom egyébként. Kérdezem én a sorsolási bizottságot, elnökét, eddig minden rendben van-e? Minden tökéletes. Plusz 30 plusz áfa. Külprofi. Kétszer kérdezem, okay. Mit tesz duplán? Jó, Alex, nyomjál egyet jó, akkor. Na, jó, hát akkor. Rányom, oda tartja. És nem nyílik. Nem nyílik. Azt hát. A mindenségét neki. Mm. Tesó, hogy tudtál ilyen számot választani? Mondtam, hogy ne az válasz, Macsus. Hát másszor azért megnyomtam, de nem úgy nézem, mint amelyik kinyílt. Ellenőriztük az elemeket, úgyhogy sajnos hát, nem nyílt. Nem. Szintén vannak vigaszdíjaink, Alex, jó? Ugyanez az autó fehérben. Vannak vigaszdíjaink. Ugyanez az autó fehérben, igen. Válasszál akkor a stíl ajándékcsomagok közül, jó? Gyerekek, Alex elfordult, de még a hónalat rányomott még egy. Nehezen tudja ezt az ember elviselni. Oké, jól van. Azt mondja, megvan még a hatosunk, az egyesünk. Milyen számod van? Kettes és a hármas. Jó, szerintem Violát nem húzzuk tovább, mert annyira érzünk, hogy gyerekek mindjárt elálljuk. Jó? Viola, te voltál a Melciában. Baja, igen. És mondtad, hogy nincs autód, ugye? Nincsen, most költöztem haza. Te voltál az, aki haza költöztél. Honnan is? Valami északi országra emlékszel. Skócia, így van. Istenem, de jó, hogy betaláltam. Skóciából. Most kezdesz itthon új életet tulajdonképpen. Mivel foglalkozol? Vendéglátásban dolgozom. Vendéglátásban. Hát inkább kimenni szoktak, ezt már megbeszéltük egyébként, Baján is nem visszajönni. Nem baj, megpróbálom itthon is. A honvágyat említetted, ugye? Igen. Látod, hogy törődöm a hallgatókkal? Hogy emlékszem minden beszélgetésre? A honvágyat, illetve a bögrét említette. Ő is. Ő is, igen. Oké, Viola. Jó van. Hát akkor vegyél el egy kulcsot, még hozzá melyiket? A ketteset. Kettes. A gyerekek, most már valakinek nyissa ki az autó. Na gyere. A kulcs az autót. Jó. Te nagyon izgultál, le vagy sápadva, hogy nem várunk tovább. Ha rendben. Villan, akkor abban a pillanatban nagyon örülünk, és megvan az autó. Jó? Rendben. Na nyomjál. De nem ér el ájulni közben. Jó. Viola oda tartja a kulcsot. Már nyomod? Nyomom. Semmi. Semmi. Ez se nyitja. Semmi. És az egyik se nyitná, tudod, is így állnak. Akkor egy kis zene. Igen. Nem, okay. Akkor jövő hétre tovább megy. Jó, tovább, mint a... Violant, sajnáljuk. Nagyon szép lombfúvónk van, ha azzal boldogát teszünk, de van még sövénynyírónk, szegénynyírónk. Egy csomó stíles dolog. Használd egészséggel. Prémium minőségű termékek. Így van. Plusz a kis ajándékcsomag, csak Katalinnak mondom, aki hát ugye bögre fetisiszta, hogy bögrét nem tettünk az ajándékcsomagba, jó? Katika, jönnél? Miért nem? Majd utoljára.
Honnan tudod, hogy lesz utolsó? Valakinek lehet, hogy kinyitja, és akkor utána te még rápróbálsz. Ja, hogy nálad van. Most ment el mellettünk egyébként a vikinges hajó. Köszönjük a hullámokat. Igen. Igen. Timinek külön jól esik. Óriási lesz. Oké. Akkor Éva, gyere, nyomj egyet, jó? Most már tényleg valakinek legyen meg. Na. Igen. Éva, te azt mondja, hogy Eger, ugye? Igen. Aha. Bocsánat, csak hullámzik a hajó, megjöttek a hullámok. Megtorpedoztak minket. Igen. Autó van, nincs, jobb lenne egy nincs új. Nincsen, kigyulladt sajnos, úgyhogy nagyon szeretnék. Kigyulladt. Te voltál az, aki elmondta, hogy tönkrement az igen. autó. Igen, igen. De mi történt? Na mondjad, apa, mit csináltál? Ott a kis gyermek. Hogy gyulladt ki egy autó? Után elmentem a feleségemmel és a lányomért, és hát amikor megálltam, akkor dőlt be a füst az autóba. Ettől jobb már csak az volt, amikor a motorháztető alól jöttek a lángok. De mákomra épp egy srác mosta a kis autóját, és megismerkedés jelül elvettem tőle a tömlőt. Úgyhogy végig is sikerült megfékezni a tüzet, csak hát későn. Hát ez egy szomorú történet. Milyen jó lenne, ha nyílna, nem? Gyermek hát is igen. van, pici gyermek, leégett autó, hát ez gyönyörű lenne. Nyomjál akkor egyet, jó, drukkolunk egyébként, mint ahogy mindenkinek. Nyomod? Nyomom. Nem nyílik. Tényleg kezdek izgulni. Elem szponzorunk van. Biztos ez az autó. Biztos ez a kulcs. Jó autót tettünk be. Ezek a játékosok. Éva, sajnos, pedig te is tökre megérdemeltétek. Nagyon sajnáljuk. Sajnáljuk. Katalin ja. viszont a levegőbe csapott, hogy akkor végig is. Hát egyre tulajdonképpen vagyunk. Így van, hát egyre bejebb vagyunk. Fogyanak a kulcsok. Így van, hány kulcsunk van még? Azt mondja, kettő, hogy kettő. Kettő? Már igen. csak összesen. Katalin akarnak-e Henry. Cserélni? Igen. Akartok-e cserélni? Tessék? Nem. Herjet, akarsz-e cserélni? Nem cserélni. Nem akarsz. Akkor te meg már hiába kérdezem, nem is tudnál, mert hogyha Herjet nem hát akarsz. Hát egyébként izomzat alapján simán tud cserélni, ő szerintem erőből. Igen. Oké, Henny, gyertek ti. Ő ugye veletek. Ugye? Mi a neve? Hogy hívják? Erik. Hello, Erik, ciao. Szia. Gyerekek, Erik nagyon helyes, odalépett, fotózkodtunk, nagyon-nagyon bátor kis. Hát Eriknek van tesója, vagy Erik egyedül van? Nincsen, egyedül van. Nincsen, egyedül van. Akartok egyet, mert tudunk adni mind a két családból, aha, ha sokan lennék. Tele vagyunk gyerekkel. Nem, köszönjük, elég. Henrietta, veletek hol találkoztunk? Kaposváron találkoztunk. Te voltál az, aki kirohantál a közeli üzletből, mert éppen melóban voltál. Igen. Na, mit szólsz az autóhoz, kisember, milyen? Jó. Nekem menő? Tervia. Menő? Igen. Már azon gondolkozol, hogy majd, ha esetleg megnyeritek, akkor vezetnéd, nem? Igen. Apa engedi, hogy vezessél? Nem. Látszik, hogy mennyit edződtem egyébként a kicsi óriásokban a gyerekeken, csak eldöntendő kérdéseket tettem föl, érezted? Tehát, hogy semmi lenne, csak igen és nem. Nem az a baj, Balázs, hogy gyerek azon gondolkodik, hogy fogják visszaragasztani a tükröt, amint te támaszkodsz. Ja, bocsánat, jó, én mindig kicsit rátámaszkodok. Oké, Henny, te mit mondtál, mivel foglalkozol? Én egy irodában dolgozom. Irodában dolgozol. Mm-hmm. Hát akkor gyerek is van, irodai dolgozó, vagy egy gyönyörű szép új autó, itt is jó lenne. Nem? Jó lenne. Izgulsz? Most már igen. Most már elkezdtél izgulni. Eddig még nem, de most már. Jól van. Te hogy vagy? Jól. Jól van, ez a beszéd. Oké. Okay. Na, hát akkor nyomjatok egyet valakinek, most hát tényleg nyissa ki. Jó? Hát mindösszesen kettő három kulcs szám, van már csak kettő darab szám. Kulcs van. Melyiket kell nyomni? Jó a kérdés. A nyitó. Van a egy nyitó. Olyan, ami be van csukva lakat, meg egy kinyitod. Nézd meg a kolléga úr. Szólunk, hogy amikor nyomhatod, fordítsd oda te is a kulcsot, és nyom meg, nézzük, hogy villan-e. Kinyílt az autó! Gratulálunk! Gratulálunk! Helynek, kinyílt az autó! A gyerek is ebben, nézd meg először te! Jó nyomás? Na milyen? Jól néz ki! Mi gyerünk, pattanj be az autóba! Hogy vagy, Henny? Jó, ez nagyon jó, köszönöm! De helyes vagy, te még meg is hatottál! Hát nyugodtan csücsenj be! Meghatottál, pici? Meg! Nem számítottál rá? Nem, de helyes vagy. Na hát akkor tessék megnézni, tessék nyomás. Beülni. Csak mondom, a gyerek már átvette a hatalmat. Ennyi, jogsi van, fiatal ember! Balázs, hashtag emberség közben, aki nem nyert, ugye ő ott sír éppen a párjánál, azt... Ó, édesem, várjál! Nem ér, elsírtad magad, de helyes vagy, nem ér sírni, hát ez csak egy lehetőség mindenkinek, ezt szoktuk mondani. Te is nagyon szeretted volna az autót? Igazából, amiatt az első SMS-t elküldtem, az ott csak azt kottogott, hogy hármas, soha nem szerettem a hármas, nem is volt semmi közöm hozzá, és elküldtem az első SMS-t, és csak az volt, hogy hármas kell választani, és kihúzták a hármast. Tehát te már tudtad, hogy azt kellett volna választani. De felajánlottuk, hogy cseréljen. De nem cserélt volna úgy. Nem, igen. Azért nem erre meg sem. Jó, de akkor legyen az, hogy legyen egy pozitív kicsengése, irány az első kaszinót, tedd fel a hármasra mindeneteket. És... Tibinél jobban senki sem oldja a feszültséget. Igen. Figyeljetek, hát ez egy játék, jó, fel a fejjel, mi mindenkinek örültünk volna, ha nyer. Na, hogy néz ki belülről? Mondjad. Jól.
Jól, tovább. Jó van, neked sem egy jobban, Feri. Igen, nem tudunk belőle bőven megviszedni. Igen. Hol vágatod a hajadat? Oké, na. Nem jó, ma vágta neki. Használjátok egészséggel, jó? Ezt a gyönyörű kis eskola szerintünk jó helyre megy, ahol gyerek van. Jaj, én azt gondolom, hogy ez mindig jó helyre megy, bárki megérdemelte volna, de szerintem nektek is azért így viszonylag nehezen jött volna össze egy új autóra, úgyhogy az biztos, hogy beszélgettünk erről, úgyhogy használjátok sok egészséggel, örüljetek neki, és reméljük, hogy sikerült örömet szerezni. Jó, szépen köszönöm. Gyönyörű kis eskola. Ma még azért ezzel nem tudok elmenni, van egy kis adminisztratív munka, de nem sokára, nem sokára. Itt legalább egy kis kört menjenek itt a hajóban. Full gázzal szeretném, hogy előre elindulnátok, és azonnal, hogy bejön csukafejesen a Dunában. Nem, nem szeretném rögtön összetörni, úgyhogy. Jól van. Gratulálunk, nagyon helyesek vagytok. Örülünk nektek, tényleg. Köszönjük szépen. Hány nem fogadott hívásod volt már? Ja, nem. Nem is nézted, jól van, párod is biztos hív, meg a kollégánk is. Gratulálunk, használjátok egészséggel. Ügyesek vagytok, igen. Hát az ember picit szomorú nyilván, de hát fájdalomdíjat minden játékosnak fel tudunk ajánlani. Nagyon szépen köszönjük, mi mindenkinek ugyanúgy örültünk volna, mert mindenki nagyon szimpatikus volt, és mindenki megérdemelte volna a nyereményt, de hát sajnos csak egy ember viheti az az autót. Gyerekek, ez jó helyre megyünk, mert hogy közben már ilyen betonfalakat látok. Jó, megyünk. Én már nem látok semmit, mert minden összefolyik. Megyünk visszafelé, csak mondjuk, hogy hol vagyunk. Kezdek a Petőfi betépni. Híd alatt leszünk egyébként nem sokára. Megyünk újra északi irányba, tehát Petőfi, Szabadság, itt remélem jól mondom, itt tanították. Megyünk újra arra felé, ha akartok mi bennünket látni. Jó, egy pici szünet, aztán már is jövünk vissza. Gyerekek, 8 dalom van, abból 2 neoton, úgyhogy mindenki énekel. Kezdek a magasban, gyere! Holnap! Érítsd meg! Aztán engedj el! Nem hallom? Holnap hajnait őszintén! Hulló csillagot! Sikolj! Tibi! Köszönjük! Jövünk mindjárt! Open your eyes! Time to wake up now! És most, hölgyeim és uraim! Ugye 10 lesz pontosan 2 perc múlva. Hello, drága hallgatók, itt a hajón mindenki, aki néz bennünket, integet nekünk, kapjuk az SMS-eket, hogy hidakon álltok, a rakparton üldögéltek, integettek nekünk, köszönjük szépen, nagyon helyesek vagytok. Ott egy srác éppen a Szabadság itt mellett, a budai, illetve a pesti oldalon kamerával vesz bennünket. Ja nem, nem minket, ő csak egy turista, ne integes János. Így van. De János nagyon lelkesen kiintegetett. Ebben a hillanatban megyünk át pillanatban a Szabadság itt alatt. Érdekes egyébként felnézni, mert így az ember azért ritkán látja ilyen perspektívából a hidakat. Fölöttünk éppen ugye megy a forgalom, és megyünk az Erzsébet híd felé. Valahol, a minden igaz, akkor ezen a háztetőn forgatták a Linda című sorozatnak a főcímét. Így van, csak szerintem... Egy kicsit még lehet, hogy feljebb. Igen. Egyébként ott ugrált a Linda. Biztos, hogy a pesti oldalon. A pesti oldalon forgatták, így van. Na, meg is van egyébként a következő munkát, hogyha nem lesz esetleg rádió. Mire gondolsz? Idegenvezető. Idegenvezető a Dunán. Szerintem működne. Nagyon szép dolgokat tudnék mondani egyébként. Nagyon sokan írták, hogy nagyon tetszett nekik a Neoton blokk, és főleg az a fajta őszinteség, amikor ahhoz a részhez értek, hogy érintsd meg a testemet, és senki nem akarta azt mondani, hogy érintsd meg a testemet, mivel mindig azt mondja, hogy érintsd meg a Jézus, a lelkemet! Főleg, hogy mi a rádió hangra énekeltünk, ami egy másodpercet csúszott, tehát nagyon élvezhető volt a hallgatóknak. Az akteleki csepkőbarlangban énekeltünk volna össze-vissza, de egyébként nem azért nem énekeltek akkor, hanem akkor ugye elkezdtek jönni, tapogatni, tehát akkor élvezték a testemet. Igen, szeretjük ezt a nótát, bár nem fogjuk szívesen meghallgatni november 18-án. Igen. Figyeljetek ide, van-e hármasugrás játékosunk? Van-e? Van. De nem, már megvan szerintem, úgy értem, hogy itt van ez a kérdés. Jó, akkor már is hármasugrás, játszunk valakivel. Hármasugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Hogy hívnak? Szia! Sziasztok, Anna vagyok. Szia. Hello, Anna, jó reggelt. Anna, te mióta álltál a sorban, vagy mikor álltál, hogy bejussál a hajóra? Hát én 3:30-kor keltem, és 4:15-re értem ide. És akkor már voltak bőven a sorban? A 23-as voltam. Azt a mindenségét, egy kis orszámokat osztottunk, csak hogy mindenki beférjen. Jól van, milyen itt? Jó. No? Jó. Örültél? Nagyon. Nem számítottam rá, hogy fel tudok szállni a hajóra. A legtöbb ember azért, hál' Isten, vagy motorcsonakozik, vagy itt van velünk, tehát szerintem rossz élménnyel senki nem megy. Senki nem megy haza. Oké, milyenek a kérdések, Jani? Kifejezetten könnyű. Most ugye a héten az van, hogy kitelepülés alkalmából azért nem elsősorban az a lényeg, hogy válaszolni tudjanak a kérdésekre, hallgatok. Így is úgyis megkapják az ajándékcsomagot, de szerintem csinálj belőle presztízs kérdést, és igenis menjél végig mind a 3 kérdésen. Ez a beszéd. Igen. Így szól az első, figyelj, melyik zenekar egyik számát dolgozta fel Michael és Curtis a Supersonal című dalban? Tehát mi is játsszuk.
Mármint itt a reggel. A Depesmód. Így van, Depesmód, így vagy, jól van. Vadi utalról beszél. Így van. Oké, azt mondja, hogy melyik detektív regény hőst alakította a filmászna Robert Downey Jr. Detektív hős regény, több része is volt, azt hiszem, egyet sem láttam. Sherlock Holmes. Aj, de jó, teljesen egyedül, teljesen egyedül. Nem így volt a közönség. Segítség nélkül. Itt a hajón alul vagyunk egy olyan 150-en körülbelül, egyöltetően üvöltött mindenki. És szerintem még föntről is lekiabáltak. Jó, utolsó kérdés, azt mi Bulgária hivatalos fizető eszköze? Mivel fizetnek Bulgáriában? Levával. És hogy mondja, figyelj, és mit a legegyetemével? Levával, te prétik. Hogy eljátszotta az elgondolkodás, majd a bűntudatot is, hogy... Igen, és te nagyon mélyen maga biztosan. Leva, igen, leva. És egy picit le is nézve minket, ilyen kérdés, gyerekek, szedjétek már össze magatokat. Jó, van, neked is van egy ajándékcsomagod, jó? Köszönöm szépen. Gratulálunk. Nagyon szívesen. Ciao, ciao. Köszönöm. Bögre van benne, ne bántsátok. Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Na, gyerekek, itt bent ugye mindenki jól érzi magát, imádtok velünk hajózni, fönt 70 ember néma csöndben várja, hogy leszálláson, annyira hideg van, nem csak túlzunk nyilván, mert hogy két szintes a hajó, és a fönti hallgatóinktól se feledkezzünk meg, úgyhogy Feri gyorsan elindult még egy röpke pár interjú erejéig, hogy megszólaltassa a fent áldogáló üldögélő hallgatóinkat. És közben nagyon aranyos képet lehet látni kint, mert ugye itt vannak a stábtagjaink is, például Anna és Juli is, akik ugye általában négy fal között végzik a munkájukat, és most egymást szelfizgetik, meg fotozgatják kint a hajónak az orrában. Igen, mint két gyerek egyébként konkrétan. Nagyon igen. Cuki. Elestél, Feri, vagy mi történt? Nem, meg vagyok, csak itt közben hang. Hát megfogyatkoztunk itt fölül. Hát mindenki itt van lent. Ez igen. Mondjuk igaz, itt van ugye a boldog párunk az eljegyzés után, itt van az a párunk, aki végig mind az öt állomáson hát velünk volt. Ti kaptatok valami ajándékot? Pokrócot kaptunk meg, nyakba akartunk. De azt nem viheted haza a pokrócot? Ne, az ma. Mi is szeretnénk poharat. Poharat, van lent üvegpohár a hajón. Itt nagyon sok pohár van. Balázs pohárját szeret. Törjétek fel itt hátul a bárszekrényt, abban egy csomó pohár van egyébként. Odaadtad már a bögrédet, Balázs? Ma reggel valakinek? Hát, teljesen őszinte akarok lenni, akkor szerintem megy a hat embernek. Ja, jó. Az egy szem bögrét. Körülbelül eddig egy a hat ígéretem, hogy persze megkapod, hogy ne kapnád meg, viccelsz, ne viccelj, persze, hogy te kapod. Persze, ez már elkelt egész biztos. Itt van rajta, hogy Alexnek, öcsémnek sok szeretettel. És egyedül tetszik lenni. Itt van. Mellettem. Jaj, de szerény. Hello, barátnő. Te nem voltál itt az előbb, merre? Most dobál. Ja, jó, nem érdekes. Ennyire mélyen nem akartottunk szállni. Engem viszont most kezdett el érdekelni. Milyen a kilátás? Hogy érzi magad? Mesélj meg egy kicsit, hogy hogy tetszik nekik a hajóút. Nagyon tetszik. Nagyon szép minden. Köszönjük, Balázs, az érdekes infókat. Nem. Itt a Linda sorozatra gondoltunk. Nagyon szívesen, nagyon szívesen. Valamire még kíváncsi vagy, hogy mit hol forgattak? Nem. Pont nem tudnék mondani mást, úgyhogy abszolút ezzel az egy infóval. Hála Istennek. Hála Istennek. Ti mikor érkeztetek? Ti a kibeszállós csapat vagytok, vagy pedig már reggel óta itt vagytok? Én a közjegyző vagyok. Nem fértünk föl először. És utána ott álltatok, hogy hátha? Igen, kávéztunk egyet, és akkor utána. Ja, mert tudtátok, hogy visszajövünk, és akkor nem álltatok ki a sorból, igen. És gondoltátok, hogy majd, ha leszállnak, akkor lesz felszálló. Igen, és gyorsan hoztam egy kávét, megkávéztunk, és aztán felszálltunk a második körre. De hogy milyen helyesek a mi hallgatóink, hogy tényleg van, aki azt mondja, hogy oké, itt voltam, jöjjön más, és ugyan nem akart leszállni, de aztán levitettük őket. De ebben a pillanatban, ebben a pillanatban az a srác, aki twisterezett tegnap délután óta, most azért magába harapott, nem? Lehet ezt így is. Igen. Egyébként tényleg este 7:30-kor beült ide, más megint megérkezett 7 órára, és felszállt. Mondjuk egy hűtővel vigasztalódott. Igen, ő kapott egy hűtőt. Jól van, oké, szóval akkor mindenki jól érzi bent is magát, Ferenc, jól szerintem van. Igen, egyébként itt végig lehetett az eseményeket követni, mert van egy nagy tévénk, és a lenti gépet azt ide fölnyomjuk, úgyhogy aki itt ült végig, az sem maradt le semmiről, csak úgy, mint egy kisméretű, egyébként zokniba bújtatott kutyus, akinek a gazd... Esküszöm, hogy egy ilyen zöld-fekete csíkos zokni van ezen a szegény állaton, nem fáztatok, gazdi? Egy kicsit fáztunk reggel. Látom, és a gazda annyira szolidál a kutyával, hogy az ő két kezén is egy-egy zokni van, ez apádé volt, gondolom. Nem igaz, ez kesztyű. Ja, de tök úgy néz ki, jól van. Kutya élvezte az adást, ő is szerelmes Balázsba. Milyen kutya van a hajó? Kutyát lehet felhozni a hajóra? Jólinak hívják, és ő egy csivava. És pindurka. Ja. De és ajtó... nagyon élvezte. Jó, egy kicsit bealudt időközben. A csivava az a típus, jöttünk. Aminek egy ajtócsukás is elég, és kilerje a lelkét. Nem véletlenül. Tehát konkrétan nekem volt ilyen ismerősöm, hogy oda csukta a csivaváját, és vége volt a kutyának. A keresztúzat meg kiszítettem. Kutya eldőlt bal, és soha többet nem állt fel. Oda csukták. Hát, konkrétan, tényleg. Egy ajtócsukással kivégzett. Nagyon vidám történet, és most reklám. Igen, igen. Úgy hívták a csivaját, hogy Muki. Ez volt a kutya nevet, gondolom. De szép. Hol van Muki? Igen.
Vertek megint egyet. Na jól van, oké, hát nagyon drágák vagytok akkor ti ott fönt egyébként, akik most már élvezitek a napsütést, a városnézést, mert hogy itt bent egyébként ez kevésbé élvezhető, akik fönt vannak, ők az igazi utazók és városnézők, mert a gyönyörű napsütésbe lehet hajózni. Hogy hol vagyunk most, ez egy jó kérdés, a Vigadónál tartunk egyébként, megyünk a Lánchíd felé, tökéletes időzítése, komolyan a mi kapitányunk, a legjobb kapitány, annyira pontosan 10:00-kor dokkolja a hajót a Batthyányin, hogy, hogy ez valami elképesztő. Uh-huh. Elképesztő profi. Ehhez képest csak néztem, hogy a német nyugdíjasoknak a hajója fel alá kavarít össze-vissza, most vagy részeg a kapitány, vagy elkeverték valahol itt a térképeket. Mert itt fölle skeráznak már azzal a hatalmas hajóval. Lehet, hogy csak várost néznek. Igen, vagy pedig 100 eurósokkal mondják meg, hogy merre megy. Itt itt elnézték. Gyorsan még egy-két SMS, aztán szépen lassan elköszönünk. Nagyon szeretem azokat a hallgatókat, de tényleg imádom őket, akik még mindig küldik, hogy Suzuki. Tehát biztos, ez a fajta elszántság, elhivatottság, gyerekek, ez egyszerűen elképesztő. Balázs. Tehát most elküldeni már, mikor átadtuk az autót, hogy Suzuki, azt, hogy még tegyünk egy próbát, hát ha gyerünk, Suzuki, ne. A gyönyörű. A remény hal meg utoljára. Gyönyörű. Jönnek folyamatosan még mindig a Suzuki SMS-ek, hát bár csak nektek is tudnánk adni, megérdemelnétek, de tényleg nagyon helyesek vagytok. Nem a remény Cher hal meg utoljára. Ő lesz az utolsó, aki legalább. Mondom, 9:51, 7:44 a telefonszáma vége, Suzuki. Csodálatos. nagyon szeretem. Na, egy pici közlekedési hír, csak hogy segítsünk azoknak, akik úton vannak. Feri, vigyázz, beneverd a fejed a hit pillérben. Köszönöm szépen, ha lejöttem, lehúztam magam. Húzd le a fejed, nehogy baj legyen. Pesti alsó rakparton áll a forgalom, ez interaktív közlekedés jelentés, mert hogy látjuk, viszont észak irányba a pesti oldalon kiváló lehet haladni, a budai alsó rakpart pedig mindkét irányba nagyon jól megy. Hungária körúton van egy balesetünk, írják a hallgatók, illetve az M6-os 42-es kilométerénél pedig fotóznak. Hajó neveket már nem merek bemondani, mert nem tudom, hogy melyik a Viking Yacht Club-é. Ez egész más élmény, mint nálunk egy állóhajó egyébként. Balázs egyszer elvitt engem hajózni, meg egész családot, konkrétan 10 perc után lerobbant a hajó, és onnantól kezdve 50 percig segítséget kiáltoztunk a Duna közepén. Konkrétan én is csak vendég voltam, mentünk egy társasággal, nem most nem mondom, ki volt a hajó vezetője, egy volt minket, hogy menjünk, igen, és a tivel egymást néztünk, ez nagyon jó. Itt, nagyjából itt már a vízirendészek szedtek ki bennünket. 10 percig mentünk, majd 50 percig sodródtunk, mint egy úszadékfa. Igen, úgy volt, hogy fölvisznek minket Szentendrére. Ja, talán itt kötöttünk ki a Petőfídnál, és fürdőgatyában törőközővel sétáltunk a hét megállóhoz. Hogy onnan el tudjunk jutni, vagy egy autót, vagy egy taxiót. Egy nagyon jól sikerült hajózás volt. Egyébként meg hűtőtáska volt a kezemben, mert arra készültünk, hogy bennünket felvisznek Szentendrére. Mentünk a hűtőtáskával, törölközővel, papucsban, shortban. Mondtam, hogy Tibi, azt hittem a hajózás ennél izgalmasabb. Igen, majd kompenzálásképpen megpróbáltak elvinni minket jetskizni, ami alattam nem indult el, úgy mondtam, utána elolvasom a horoszkópomat az napra. Igen, a hajó tulajdonosát valahol Moásnál szedték ki füstölőhajóval. Tehát jól sikerült a dolog. Na, gyerekek, elköszönünk szépen lassan. Így van. És elmondjuk a hivatalos dolgokat, mert hogy ezen az oldalon vannak. Így van. Szóval, hogy ez a kitelepülés nyilván nem jöhetett volna létre, ha nincsenek nekünk drága szponzoraink. A Mizónak köszönjük, a csajoknak is, a tehénnek és mindenkinek, aki itt volt. Köszönjük. A Suzuki-nak, akik adták ezt a gyönyörű autót, remélem, hogy a Suzuki-t nem nyert játékosaink már azért jobb állapotban vannak és egy picit megnyugodtak. Amit drága Stílünknek is, akik minden kitelepülésén itt vannak velünk, és mindent szállítanak. Szinte már állandó partnerek tekinthetők a kitelepüléseken, nagyon hálásak vagyunk van. Nekik is. A Valtonnak, hogy engem nem vert nagyon senki. Hát, köszönjük pedig szépen. Pedig igény az lett volna rá, de hál' Istenettől megoldtak minket. Event Audi, a Humán Telex, nekik is nagyon köszönjük. Nagyon sok mindent tettek bele, drágák. Lehet egy nagy tapsot nyugodtan. Waldorf Catering, egyáltalán nem veszem magamra, hogy egy falatot se ettem, nem baj, nekik is köszönjük szépen. A Silver Line-nak és a Viking Yacht Clubnak is köszönjük szépen, mert hogy azért ebbe sok mindent beletett természetesen. És nagyon köszönjük szépen a Kassa Music Groupnak a rögtönzött fellépést. Így van. Na, és akkor köszönjük szépen mindenkinek, ami drága kiváló stábunknak, gyerekek, akik elképesztő, hogy mennyi mindent dolgoznak, hogy egy-egy ilyen kitelepülés összejöjjön, a kiváló és hihetetlen szélszeseinktől elkezdve, akik itt képviseltették magukat, a promóciós lányainkon keresztül, akik a másik oldalon képviseltették magukat. A rádiónak, mert hogy elképesztően brutálisan jó csapat vagytok tényleg, és hát ha ti nem létek, mi se tudnánk sehova menni egyébként, mert ezt összehozni, megszervezni kell, hogy ugye mi olyanok vagyunk, mint egy vízilabda csapat, akik fönt a vízfelszínén úsznak, de belülről meg az egész rádió tart bennünket, illetve víz alól és emel bennünket fölfelé, úgyhogy... Alul ugye összehúdosnak, ugye meg lehúzzák egymást, igen. De a víz fölött minden szép. Igen, de tényleg nektek is, mint minden roadshow végén most is megköszönjük, mert mindenki kiváló munkát végzett, és utaztok velünk, jöttök, és hát baromi sok energia van benne. És köszönjük szépen, polgár.
Gál Petinek, hogy keveset mosolyog. Igen. Tibi is itt volt velünk. Tibi, köszönjük szépen, Peti! Köszönjük szépen! Én köszönöm szépen a meghívást. A Hunanyár és a Hunadal szerzője, Polgár Péter! Nagy-nagy üdvözlök mindenkinek! Peti, de drága vagy! És aki nem jött el, Fekete Pákó! Iran! De itt vagyok! Gyerekek, ő megmondom, hogy egy GPS-el a kezében valahol Romániában kóváljak, hogy hol vagyok, hol vagyok. Kálosvár, Kálosvár, Nagyvárat kell. Így van, itt voltam is, stábunk is, hol vagytok? Laci, Viki, Juli, Anna, mindenki, puszi nektek, és köszönjük szépen. Ő azért keveri az adás bentről, így de igazából van. Nem vette volna észre, kihozzuk, mert neki mindig minden egyforma, úgyhogy persze. Nem tud volna fel neki, hogy máshol van. Zsült, és kapott magának egy tapsot. Nem marad el a puszi, Zsül, hétfőn bevegyek, és megnyalom az arcodat. Így van. És drága hallgatók, nektek is köszönjük szépen, hogy itt voltatok, átadjuk a terepet Csabinak. Feriké, van recepted egyébként neked? Nincsen? Azt képzeld, de hazamentem tegnap. Jó, ez most megvan engedve. Szerintem most eszembe nem jutott. Csináljátok sajtos tésztát. Tök jó. A Kassa Tibinél van egy csomó recept a Facebookján, de mielőtt azt lájkoljátok a Balázsét. Jó, erre majd rámegyünk. A Balázs oldalára rámegyünk. Tehát az a lényeg, hogy egy szívet kell, hogy beleborotváljon a mellszőrzetébe, hogyha megvan a 150 ezer. Atya Isten, gyerekek. És egy csücsörítő szelfi a tükörből. Nem, a 140, az azt hiszem 150-nél van. Igen, 140. Nem, akkor széthúzott farpofákkal kell végszaladod. Igen, egy születésnapi ilyen lángoló gyertyával, ami szikránk. 140-nél csücsörítős szelfi, 150-nél borotva. Csabikám, itt vagy még? Vagy már? Én már itt vagyok. Csabi! Csabi, neked is köszönjük! Hello, Budapest! Egyszerűen ott álltam én is reggel 6-kor, nem fértem fel a hajóra, úgyhogy inkább bejöttem ide dolgozni. De így legalább, élőben hallhattam, ahogy Kassa Tibi énekli a Neoton dalt 2 másodperccel később, mint ahogy az a rádióba került. Hát, olyan élmény volt, ami utánozhatatlan, leírhatatlan és egyszerű, és köszönöm szépen. Igen, ezt ugye elmondtuk, hogy mi a visszajövőre énekeltek. Igen, Tibi, igen. Ugye, hát nyilván ilyen. Ezúton szeretném megköszönni neked, Balázs. A jó tippet. Kösz. Énekelj, szoktasd a közönséget. Oké, okay, Csabikám, milyen zenéid lesznek? Hozom nektek Álvaro Solert, egy spanyol, egy katalán srácot, csak hogy jó kedvel induljatok el hazafele. Egy igazi jó kis spanyol kasztanyettás dalt hozok nektek, jó? Szeretjük Álvaro Solé. Nagyon jó. Ne, ennek jó tempója lesz hazafele, jó? Klassz lesz, imádni fogjátok. Nagyon szépen köszönjük. Csabi, jössz az állatok világnapjára? Persze, mindig ott vagyok. Jó, ott vagyok veled mindig. Szia. Ciao. Jött, mentek meg ilyen világnapra? Így van egészen pontosan. Most a hétvégén lesz megint egy nagyon kellemes kis állatotthonos rendezvény, és arra mindenképpen ott szeretnénk majd megjelenni családostul. És a Csabi családtag, úgyhogy megy ő is. Így van, hozd el a feleségedet, 2 gyereket, ők nagyon szépek, te meg menj, ahova akarsz. Kukát lehet vinni? Szerintem mindent lehet. Gyerekek, és egy nagy taps a hajó kapitányának, aki 9 óra 58-kor és 2 perce 10 óra dokkol a Batthyány téren. Komolyan mondom, tapsoljuk meg őt is. És a hajó... Nagyon szépen köszönjük. Most integetnek, hogy a kapitány most ért ide egy matróz, mint eddig a volt. Igen. A hajó egész személyzetének kiválunk. Nagyon jó vagytok, nagyon profik vagytok. Köszönjük szépen. Jó van, Csabi, jön a kívánságműsorra, puszi nektek, mindenkinek szép hétvégét kívánunk. Köszönjük szépen nektek is, hogy ennyien eljöttetek. Hétfőn 6 órakor találkozunk. Szevasztok, puszi! Ciao, köszönjük! Már a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Wake up, kids. It's brand new.